Minden hétköznap reggel 6-kor, akár esik, akár fúj, lehet méteres hó vagy 40 fokos nyári hőség. A Morning Show elindul, és vele együtt ébred az ország. Közel 2 millió ember örül annak, amikor meghallja. Morning Show! Együtt ébredünk. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. A Klassz FM-en. 6 óra múlt pontosan 10 perccel. Jó reggelt kívánom mindenkinek. Hello! Hello! Jó reggelt! De nagyon-nagyon hangos, hogy mindenki teker. Jó reggelt, sziasztok! Sziasztok! Na, jaj, mennyit gondoltam rátok. Jó vagytok? Aha, én most annyit, mint mi van veletek? Jól vagytok? Na, nagyon. Hát a kutyafáját teréggel láttam lenneteket. Ha mutasd magad, Ferikém, Janikám, mutasd. Jaj, de szépek vagytok. Jó, ugye, egyre szebben. Jaj, gyerekek, hát a január megérkezett, mindenki túl mindenem. És igen, nem tudom, hányadika van. Hányadika na, van? Ötödike. Ötödike van. Ötödike van. Ez pedig menthetetlenül azt jelenti, hogy belevágunk az új évbe, és véget ért a karácsony, véget ért a szilveszter. Bizony. Jön a depresszív január. Én sem tudtam egyébként, hogy hanyadika van, csak tegnap kaptunk egy e-mailt, ugye, hogy hozzunk számlát, és akkor abból kidőlt számolra, hogy akkor ötödike van. Azért másfél-két hét elég az embernek ahhoz, hogy lefűzzön a hétköznapi élet, vagy a szokásos napi rutinról, meg ügymenetről, és így elfelejtse, hogy egyébként van egy munkahelye is. Konkrétan a munkahelyet is, illetve volt nekem, nem tudom, nektek volt-e egy olyan időzavar, hogy egy idő után elkezdtek összefolyni a napok, és tényleg nem tudtad, hogy milyen nap van. Nem is mindegy volt, hogy kedd volt, vagy csütörtök, vagy most 30-a van, vagy 31, vagy 29, vagy azokat a srácokat, lovász, ja, ez nem. Igen. Igen, hogy nem tudta az ember egy idő után, hogy milyen nap van. És ott érzed, hogy igazán pihensz, amikor már azt se tudod, hogy milyen nap van. Nem? És ott az igazi. Ez a jó. Vagy az az igazi, amikor már tényleg nem tudod, hogy mi van. Na hát milyen volt a szent este, meséljetek. Jöttek-e az ismerősök, rokon, benéztünk-e Janival? Ott voltatok, nagyon ott jó voltunk, volt. Jók voltunk. Ugye a fáját, ott voltatok. Ott toporogtak a kapu előtt, csöngettünk kétszer-háromszor, aztán meguntuk és sütöttük. Láttam, hogy a lövések, ugye. Láttam, hogy egy csillagszóróval ott kicsit integetek a kapu előtt, de nem volt kedvem kinyitni. Úgyhogy ott elég sokáig nem adtátok föl, hogy bejutsatok hozzám. Feri, tartsál már bokot. Ne viccelj, mert ezt kézzel varrott bőrkesztyű, nem fogom. De jó volt. Hát gyerekek, sokan voltunk, családdal szokásos, semmi extra, semmi elutazás, ugye hát most otthon voltunk, de én örültem ennek az otthonlétnek most két hétig. Igazából nagyon kisebb mozdultunk, most Sárvára voltunk egy kicsit hétvégén, de egyébként nagyon nem. Nem sikerült sehová jutni. Vicces pulóver, semmi ajándék. Hát, de szokásos, dehogy nem. Rénszarvasos, meg vicces alsónadrág, vicces zokni, tehát minden. Az örök slágerek azok előkerültek, de olyan kis csendes, nyugodt ünnepek voltak. Szarvas, bika vagy ünő volt rajta. Azt nem is tudom. Elsőleges nem ilyen jelleggel. Nem, ilyen kis zsákok voltak rajta. Na, akkor bika. A zsákok vannak. Nem is tudom, mi. A Viki húgahoz mindig ilyen dolgokat. 15-en voltunk, vagy 16-an. Azért ezen már elgondolkodnék ennyi év után, hogy állandóan a Viki húga hozza ezeket. Ugye? És mindig csak neked. Igen. Lehet, hogy bennem kéne a jeleket már. 15-en voltunk, azt hiszem. 16 szenteste. Na, masszív. Ma mondjuk az egy most megsért. Igen. De vajon ki ne emlékezhetsz? Nem, direkt úgy mondom, hogy kettőbe többet mondok, hogy mindenki férjen bele, plusz még azok is, akik halanak, elgondolkoznak, hogy tényleg? Ki volt ott még, akit esetleg ők nem számoltak, tudod? Majd a legkövetkező kínos beszélgetésnél, amikor összejön megint a család, majd mondhatod, hogy ha magamat nem számoltam bele. Igen. Magamat sose számolom. Úgyhogy jó volt. Nálatok minden? Nah, jó volt. Isteni volt. Én általában ilyesmit gondolkodtam, hogy egyik nap, hogy egy most ma a WC-t tart egyszerejek? Igen, akkor holnap salgópolcokat szedek szét. Holnap lettelek. Igen, tipliket szedek ki a falba, és rakuk be helyettük másokat, jobbakat. Hát, hogy kb. Ez volt, úgyhogy gyakorlatilag ugye a lakásfelújítási projektünk az egy ilyen véget nem érő folyamattá dúzzad, de nem bánom, mert kell egyre szebb, egyre jobb, és nincsen vele semmi gond, de hát el is mondjam, csak lassan már nyithatnék egyébként egy saját vállalkozást, mert azon kapom magamat, hogy így javítgatom így a lakást itt ott, amott, hogy értek annyira hozzá, mint azok, akik ezért pénzt vettek fel, és szakembernek adják ki magukat. De hát ez ja, akkor van. Ez már újra javítás. Tehát megcsináltad, csak te még mész egy kört. Az a baj, hogy igényes vagy, túlzottam. Tehát fogadd el úgy, ahogy a mesterek odajönnek, érted? Ledő, kicsit verde, jó. Adjuk már ezeket a begyöpösödő gondolatokat, hogy a vízszintes legyen vízszintes, a merőleges, a derékszög meg 90. Nem kell, de teljesen mindegy, persze.
Na, én megfogadtam, na, hogy minden, ami a te életedből az idén kimarad, azt én megcsinálom. Mit csináltál? Kérlek szépen. Férfertőzés. Harmadik gyerek. Népitánc. Nem, hát ugye vannak olyan projektek, amelyeket te szoktál vinni nálunk. Igen. Három ilyet tudok említeni. Lovaglás, síelés és tájföld. Na. Hát ez a három. Ez valóban én vagyok. Az egyiket megcsináltam. Mit csináltál? Na. A tájföld nem lehetett, nem lehetett voltál. Az, igen. Az a kasza. Igen. Azt ő vállalta be. Síelés, azt szerintem. Hát, nem volt akkor a hó, hát akkor csak a lovaglás marad. Képzeld. Lovagoltál? Lóra ültem. De mikor? Szilveszterkor? Ültem szilveszterkor, egy nagyon jó kis... Felültél az urológusodra? Igen. Miért? Úgy hívjuk, hogy ló valaki? Vagy ló Gábor. Hogy jön ide az urológusom? Nem, Eger mellett szilvesztereztünk egy nagyszerű ilyen lovas panzióba, ahol hát több esemény is történt, ugye, amire emlékszünk, van az a rész. És még több, amire nem. És amire nem. Az első az rögtön úgy kezdődött, hogy úgy van a panzió, hogy így a lovak fölött alszol. Rendes lószag van meg minden, gyerekek. Már úgy a lovak kötözistálóban vannak a ágyak, emeletes ágyak, és a színapadlás, úgyhogy... De hát... Megijedsz így hajnalban erre? Erre ébredsz, de ez még csak a haverod volt. Felé vissza még nincsen. Igen, Feri, tudom, hogy éhes vagy, de még nincs reggel, igen. Aludj meg egy picit. Hát felhúztak rá egy ilyen az egy kis szárnyat, vagy szettet, és akkor ott lehet aludni. A férfiak ugye és párjaik a kocsmáriumban elhelyezkedtek, ahogy megérkeztünk 30-en, és mondtuk a gyerekeknek, hogy persze lehet játszani a állásnál, vagy hosszú folyosó két oldalra nyílnak a szobák. És másodikán szóljatok be. Igen, ha baj van, akkor hamarabb, ha éhesek vagytok, akkor gyertek lenni, mi itt állunk akkor is. Azt nem tudom, hogy tudtátok el, hogy a minden egyes űrhajónak, amit a gyerekek csinálnak, annak van egy kezelő panelje. Tehát kell egy kezelő panel. Ezért, amikor fölmentünk a szobákba, akkor pontosan 13 fok fogadott bennünket. A kezelő panel ugyanis a termosztát volt. Oh. Ráadásul egy termosztát fűtötte, vagy ellenőrizte az egész, hogy hívják ott szettet, és a srácok úgy érezték, hogy leszállás után le kell venni az űrhajó sebességét. És kinyitották az ajtókat, tehát egy szolid 13 fok volt. Bolygón találtátok magatokat. Így van, így kezdődött az első este, de a csapat egy jelentős része nem érzett belőle semmit, tehát hogy nekünk tulajdonképpen minden már mindegy volt, igen, tehát a kihűlés szélén is lettetek volna, azt se éreztétek volna. Semmi, gyönyörűen tudtunk aludni reggeli, na és ott volt lovaglási lehetőség, na, és mondtam, hogy ez de elvesztettél egy fogadást, hogy miért ültél fel te arra, vagy? Hát mondtam, hogy megcsinálom azokat, ja, csak ami... úgy átbevállaltad. Gyerekeket elvittem, mentek. Hát, amilyen állapodó volt, csoda, hogy egy farkas kutyán lovag volt. Igen, rá kellett kötözni engem a lóra. És a ló arca és a te arcod azonos irányba volt? Azonos irányba állítólag. Az jó. Az egész jó. Ez már tök jó. De figyelj. Hanalás. Ennyi. Csak a hasába kapaszkodok. Alulról. Alulról. Ennyi, de ez kipipálva. Tehát kettő, ja, hogy felszálltál, ráültél, leszálltál. Kötőszáron mentünk két kört, és mondtam, hogy egyrészt... Vezetőszá. Mi ne törődjbe, vezetőszár. Az, mit tudom én, hogy... Várják, a legjobb. Van kötőfék, vezetőszár, futószár, de a kötőfék, vagy nem tudom, mit mondta, az pont nem jó. Bemegyünk kötőszár. Bemegyünk az istállóba Somával. Igen. Nagy arccal nézed a haját annak a lónak, egyik, hogy hívják. Sörény lesz az kötyög. Köszönöm, nagyon jó. A haj, haját. Mert olyan szépen meg volt nyírva. Ilyen. A haja. A haja. Szokták a sörényét, igen. Hát itt van neki, az nem haj. Bárminek hívtam. Én hajnak hívtam, mondta a lovász fiú, hogy akkor tegyük rendbe ezeket a dolgokat, hogy ne arcoskodj, mondja, figyelj tesó, én nem fog felülni rá, tehát engem nem most még kezdtél ilyen komolyan menni a hangyafáját, hát a haj, érted? Haj, hát kicsit munkázom. Így van, miért te meg tudsz csinálni egy kitelepülést a cvaknak? Nem, nem. Hát akkor meg csöndbe legyél, te meg ahhoz nem értesz, úgyhogy inkább a gyerekek lovagoltak, de két kört a tiszteletedre megtettem, most nagyon hamarosan pedig megyünk tovább. Igen. De nem tudtam leszállni, de rohadt magas egy ilyen fotó van, nem engedtem, gyönyörűen ültem. Le kellett lógatni a lábat, azt se értettem, mert ott az a kengyel, hogy mi a franc, miért nem teszed abba? Ennek most látod, jól mondtad a nevét. Uh-huh. Hát azért értek hozzá. Beletrafáltál. Gondolom azért, hogyha leesel, akkor ne akadjon bele a lábad. Tehát, ja, és ne húzzon körbe. Ne húzzon körbe, ezért inkább így mondta. Feri maga, inkább vegye ki a kengyelből a lábat, lógjon, csak úgy jó az, aztán. Igen, jó lesz az, és le is érted. Vagy lehet, hogy nem volt beállítva, nem volt a méreted, és akkor az inkább kivetették a lábat. Rendesek voltak. Szóval akkor jó volt. Nagyon jó volt. Te figyelj, nagyon jó, mondom, 21 gyerek reggeltől estig rohangálva, apa, menjünk ki, jó, mindenkit fölöltöztetsz, mínusz 18 fok volt az egyik azt reggel. Tudom, az kemény, 18. El se hittem volna. Menjünk ki, jó, fölöltözünk, kimegyünk, apa, menjünk be, jó, gyertek be, ó, menjünk ki lovagolni, jó, kimegy. Szólok a lovászfiúnak, hogy akkor legyen kedves, nyergeljen, forduljon, kivezeti a lovat, ott áll a négy gyerek, egyik felsikolt, inkább nyulat simogassunk! Mindenki el, ott állok a lovászfiúnak. És ott maradtál nyomorultul egyedül. Hát akkor megyek én, Fie, kibír engem is. Kinek fizet fel most már, akkor nem hagyjuk annyiba. 501 óra.
Micsoda, de az milyen 500 érte, gyönyörű volt. Úgyhogy ezzel eltöltöttünk néhány napot. Másodikán, csak hogy így az ország történésére is reagáljak, elmentünk Domoszlóra, mert a keresztlányom ott lakik, meg a szülei is. Odaérkezünk délután 5-kor, minden tökéletes, este 8-kor kimegyünk egy egészségügyi sétára Mátéval, haverommal. Azt mondja, te furcsán csillog minden. Figyelj, olyan ónos eső volt. Ez nem tudom, mikor volt? Másodikon? Ez szombat. Szombaton? Nem. Péntek. Péntek. Akkor volt ez az óriási baleset a hármason meg innen, és mondtam, hogy hát nézd, itt aludni nem tudunk, mert mennünk kell, akkor elindulunk be a két gyereket, elindulok lefelé a hegyről, a domoszlói nagy hegyről, és így az autó keresztbe. Az a zónos eső, az kemény. Az erős tud lenni, igen. És így gyönyörűen csúsztam. Csúsztunk lefelé, úgyhogy 3 óra alatt sikerült hazaérni. Senki ne üljön autóban, ne legyen ilyen hülye, mint mi. Viszont a hó megint elmaradt. Hát tegnap előtt volt nálunk egy kicsi eset, egy este fél valamikor egy éjfél 2 magasságában, amikor általában leültem tévézni, akkor... A szerelések után? Persze, persze. Akkor kinéztem így az ablakon, és azt láttam, hogy úristen, fehérlenek a háztetők, végre valami, hát aztán másnapra már kezdett elolvadni. Nem tudom, az ország többi részében volt hó. Én nem nagyon láttam. Nálunk, ha figyelj, most nyugaton voltam, ott nem nagyon volt. Tegnapi híradó, vagy nem is tudom, mit néztem, Nagykovácsi, ami innen azért nincs messze a várostól, olyan havuk volt, hogy öröm volt nézni, meg az ország nyugati részében is volt. Tehát Eplényben lehetett volna sír. Egyébként igen, ott már megnyitották, meg ott volt hóágyúzás, tehát lehetett volna, nem jutottam most el, de lehetett volna, ott már jót sieltek, igen. Hát meg szerdára meg itt ilyen horrorokat mondott az Ákos is. Ja, jó, hát Ákos tudod, hogy milyen. Ja, jó, persze. Ijeszget. Így van. Ez a bulváros szenzáció, hajászás. Fúj. Gyerekek, én onnan veszem észre, hogy öregszem, hogy 3-4-12-kor szilveszterkor ágyba voltam. Nem, a pezsgő pukkantás se vártam meg. Viki fölébresztett éjfélkor, hogy jó lenne, ha úgy valamit úgy mondanék, mondom, hagyj aludni. És ezzel meg is van minden. Utána, nem bírtam kivárni az éjfélt. Mi otthon voltunk ugye a picivel, így viszont én nem értettem ezt az erőltetett fennmaradást, úgyhogy 3-4-12-kor bedobtam a szunyát, éjfélkor kicsit felkeltem, hogy még ennyit pukkantani. Mi ez a vircsaft? Tessék, másfél órát nyomták nálunk. Másfél óra volt. Azt mondták, hogy 1:30-kor kezdett lecsengeni. 40 perc után kezdett el ilyen szorványosra válni, akkor még berohantak többen a házba, hogy megkeresni még a tavaly előtti készleteket, hát ha találnak valamit, és akkor megint újra elkezdődött, de utána már egyre kevesebb, és annál 3-4 óra alatt gyakorlatilag az összes lecsenget, de minden évben szoktam mérni. Nálunk másfél volt, de én nem hallottam, mondom, én 3-12-kor aludtam. Jó módú környék. Lompénz a rakétázni. 8 órakor megvettük a gyereknek a petárdát, 8:45-kor a kertbe meggyújtottuk. Nem mondtuk meg neki, hogy szilveszter van, vagyis nem akart fönnmaradni félig. Gyereket. De jó. Meggyújtottuk a gyerek kabátját, rohadt kettőt. Igen. Nagyon-nagyon vicces élmény, amilyen olyan petárdát vettünk, amilyen pillangó felrepül, és így zizek körbe. De jó. Volt olyan nektek? Persze, ismerem, csak meted lefordítva. Meg valamilyen kínai gyertya vagy mi. Az a neve, azt így leszúrod, és az így pukkangat. Na, ezt a gyerek 10 perc. Kínai gyertya van, milyen vagy spanyol gyertya, vagy nem? Vagy a spanyol lépcső. Vagy spanyol lépcső, vagy spanyol csizma, vagy kínai cipő, vagy nem tudom. 8:45-kor szépen meggyújtottuk, nagyon jó volt, alig vártam, hogy bemenjünk, mert olyan hideg volt, gyerek örült, mondom, jó, irány az ágyba, 9:30-kor aludt. Egy sorozat, 3-4 éjfélkor már. Azt ennyi. Kicsit kezdett leragadni a szemem, úgyhogy óriási partiac voltam idén. Hát otthon maradtunk a gyerekkel így, viszont akkor nem, mennyi, igen, olyan nagyon nem húzva bele. Viki szegénykéből még bontott egy kis pezsgőt, meg kikészítette a porrakat, meg kirakott ezt az... Egyedül a Viki. Igen, reggel megtaláltam. Visszafóliáztam. Reggel megtaláltam a konyhába, tudod, a két pohár szépen. Mondom, te ennyire készültél, tudod, 3 ilyen virsli így nézett rám, már kicsit úgy megfonyadva. Hát mondta, hogy ő azért adjuk meg a módját, tudod. Hát mondom, akkor velem ez most rossz. Azt hittem, a Vikit találtad meg a konyhába egyedül. Mondom, benyakalt egy csinzánó, azt itt tudod, gyorsan beverte a konyh alá egy kicsit. Úgyhogy nem volt nálunk erős a szilveszter. De hát nem is nagyon hiányzott nekem ez most valahogy. Nekem. Én mondjuk mindig cirka olyan 3-4 magasságába feküdtem minden nap, kivétel nélkül szinte. Hát addig azért nyűsöltem a televíziót elég rendesen, megmondom, napközben azért volt dolgom, de tegnap már volt nálunk is pirotechnika, mert találtunk egy ilyen fél doboz csillagszórót, amikor 92-ből. Na gyere, virág! Félig így... Hát az komoly. Augusztus 20-aiak elkérik a receptet, ha ilyen komoly pirotechnika van nálatok. De tényleg egy tanulmány volt, kijött hozzám a Virág is, egy Moni is a garázsba, ahol salgópolcokat szereltem, hozták a csillagszórót, találtunk egy kis nedves gyufát. Meggyújtottunk, félig végigélt, aztán mondtam, na jó, akkor boldog újért, menjetek vissza a házba, szerelnék tovább, köszönöm. Jó, akkor legalább te annyi arra adtál a romantikára, mint amennyire én adtam. Ja, gyerekek, ezt a dugódíjat nem sikerült megoldani, vagy mi ez, nem? Azért itt nagy káosz van. Én próbáltam vásárolni, aztán föladtam, azt mondtam, hogy mindenki kapja be,
és vettem egy havi matricát, és azt mondtam, hogy most akkor én inkább nem büntetem meg magam, de majd 7 óra után erről beszéljünk, és telefonon megvettem egy sima autópálya matricát, egy E-matricát, mert rájöttem, hogy most egyszerűbb, mintha ezt a Megyeri Dugó M1-M7 bevezető, nem tudom milyen matricát vegyek máshol. Én vettem most egy havit, és azt mondtam, hogy tényleg mindenki kapja be. Én megmondom őszintén, hogy, abszolút tájékozatlan vagyok az ügyben, úgyhogy segítsetek, engem nagyon érdekel az elsősorban, hogyha én megveszem az éves matricánkat, amit minden évben meg szoktam venni, akkor onnantól kezdve neked semmi dolga nincs. Semmi dolga nincs. Az ugyanúgy mindig mindenhova jó lesz az egész ország területén. Annyi, hogy ne decemberbe vedd meg, mert az február esélyi jó. Tehát lehetőleg új évben vedd meg, mert a decemberben megveszed, az nagyon drága, és nem éri meg. Már azt nem tudod visszahozni. Vagy az nagyon sokat kell menned az autópálya, hogy megérje. Tehát várd meg az új évet. Ha tavaly vetted meg, az nem annyira jó. De érdemes elgondolkodnod, János, mert egy ilyen számolós ember vagy, hogy az, éves matrica az mennyi, 45, azt hiszem így valahogy. A körül van egyébként. 45 ezer forint, hogy itt egy évre, egy megyére 5000 forintért megkapod a matricát. Tehát, ha ti mondjuk itt Pest megyében mókáztok, akkor veszel egy 5000-es matricát. Egész évre jó. És azt mondod, hogy figyelj, Virág, figyelj, Mónika, elmegyünk Kisnánára, a várba. Igen. Akkor kell venned, ugye elindul szépen Kisnána felé, és veszel két megyényi matricát, amíg odaérsz, akkor az plusz 10000 forint, tehát 15000-ből megvan az éves kisnánai utatok. Na de mivel nem tudod, hogy hova mész? Igen. De ha már ugyanakkor beugrik az, hogy még elmentek Zalaegerszegre, az megint 3, megy az újabb 15, akkor vagytok 30-nál. Akkor még mindig jobb vagy, mint az éves. Még mindig jobb vagy, mint a 45. De te szerintem, nézzétek, mi hobbitok elég ritkán hagyjuk el a megyét, de, de ettől függetlenül én számítok rá, hogy azért több helyre fogunk eljutni. Nektek szerintem éves. Éves. Tehát ez a legegyszerűbb. Szokásos. Így van. És ráadásul van egy csomó olyan szakasz, ahol ilyen 500 méternyire bemész egy másik megyébe. És akkor ott megkevened. Igen. Hát nem arra megy az út, érted? Nem minden, nem ész a 44. Számomra teljesen értetetlen dolgok vannak, tehát hogy a Ferihegyre, tehát hogy na hát szóval, hogy azért... állítólag kihúzták. Kihúzták? Szóval tényleg, aki kimegy mondjuk a Ferihegyre, vagy azon a szakaszon lakik, a 600 méterért fizessen, vagy... Ez egyébként biztató, hogy kihúzták, csak akinek eszébe jutott már alapból az. Tehát, hogy azért is azért futnék egy kört. Kicsit megint olyan volt, hogy valamit bevezettek, de... Ez egyéb gazságokra is képes. Se infrastruktúra nem volt, se fejlesztés nem volt, tehát hogy mindenki állt, mindenki hülyén próbált valamit venni, az online része ennek az egésznek lefagyott, ültél ott a gép előtt, hogy ne büntessenek meg, ha te majd most te fölmentél, és téged megbüntetnek, és akkor februárig vegyél egy éveset, és akkor még 1500 év, még akkor fizessét ki, hogy nem tudtál venni, meg mégiscsak te vagy a hülye. Szóval, hogy én ezt így olvastam, láttam, én mondtam, hogy jó, akkor nem. Egy havi, beugrik, és csak egy havit megveszek, és akkor azzal majd utána eldöntöm, hogy mit csináljak. Tudom, a simán jött. Tehát a havi autópálya matrica. Az ugye, eddig SMS-es. Az eddig SMS-es, 220, nem tudom milyen szám, rendszámot beírod, azonnal viszont 4000 forint megvettem. Mondtam, én most nem kockáztatok, hogy 8 óra fölmegyek, M1-M7, én minden napot járok, kijön majd februárban egy 426000 forintos büntetés. Igen. Fölmentem 16-szor az M1-M7-re, mondom, nem. Boldog új évet, sebességről. Legyesz és befizetni 1,5 millió forintot illetéktelen autópálya és nem tudom, bevezető szakasz használat miatt. De úgy láttam, meg követtem ezt a káoszt. Tényleg, szóval, hogy azért az ugyanannyi? Ezt nem tudom. Nagyon bonyolult. Igen? Nagyon bonyolult, mert ha te most megbüntetnek, de te közben bepótolod és veszel egy éveset, akkor plusz 1500 forint, de mindjárt az Ákos, hogy jobban tudja, meg 7 óra után lehet, hogy pár mondatig foglalkozunk is ezzel, akkor nem büntetnek meg mégsem meg. Szóval, hogy vannak itt ilyen különböző szankciók, meg ellenszankciók. Így van, Ákos, ugye? Egy elég bonyolult. Vidám, hello, jó reggel. Ciao. Kiváló. Réfát, bokát, nevetést. Na, mi 1470 forintnak hívják, illetve szolgáltatási díjnak hívják, ez 1470 forintba kerül. Januárban ugye még nem büntetnek meg. Cserébe, hogyha februárban te visszamenőleg megveszed a januári matricát, akkor duplá. Személyesen, akkor van ez az 1470 forint. De milyen januári matricát, Ákos? Hát éves matrica az 5000 forint. Az egy évre szól. Úgy értem, hogyha januárban nem vásárolt meg az éves matricát, igen, jól mondod, akkor bemész te február 1-én, vagy kifizetsz 15000 forint bírságot, vagy még megvásárolhatod idézőjelbe visszamenőlegesen januárra, tehát egész évben 5000 forintért a megyei matricát, plusz ezt az 1470 forintot kicsöngeted. De ebben tudod, mi a szemétség, és erről akarok beszélni, hogy ha a rendszer nem működik, és én nem tudtam felmenni, mert egyébként az online rendszer összeomlott, a benzinkúton elhajtottak, hogy menjek én az anyámba, mert náluk még Raffaello sincs, nem, hogy úti matrica érted, és a jegeste is elfogyott, hagyja már békén, akkor miért fizetek én 1500 forintot? Hát igen, ez ezt jó. Mondja meg nekem valami, ha nem az én hibámból,
nem tudom megvenni azt a rohadványos matricát, hanem a rendszer hibájából, a szoftver hibájából, akkor miért az autóst büntetik? Tehát ha az én hibámból kifizettem, de nem az én hibám, hát akkor fizessen az, aki kitalálta, vagy nem jól csinálta meg. Tehát miért az autós van megbüntetve? Én ezt nem értem az egészben. Ugye? Nem így igen, van? Ez egy nehéz kérdés. Hát és a például a Balázs... Nem te vagy a hibás, de azért fizessél be 1500-at, pedig te megvetted volna, tudod bizonyítani, de azért 1500-at csengessél be, és akkor na, el van felejtve, hogy nem tudtál venni. De hát akartam, csak nem tudtam, mert a rendszer nem engedte. Tehát ha Balázs most januárban minden nap bejön dolgozni a városba, akkor mondjuk 30-szor legalább, ugye... másfél milliárd. Másfél milliárd. Na, február 1-én bemegy és megveszi az éves 5000 forintos matricát, akkor minden egyes szabálysértése miatt ezt az 1500-at... Nem, ez ugye januárra vonatkozik. Nyilván Balázs, hát Balázsnak nem, de hogy másnak ugye Jani, tehát, Balázs csak elviszik az autóját, hogy igen, tehát hogy ez egyszer kell. Viszont itt nem ez 1470 forint, hanem gondoljatok bele, hogy mondjuk hányan lesznek ott a sorban. Mert ugye személyesen lehet elintézni. Aha. Szép. Szeretik az ilyen korrekt kapcsolatot egymással. Így van, megismertük kivel. Személyteleni csetelgetés, SMS-ezgetés, fúj, meg ilyenek helyett. Gyere be. Szerintem most azt tette jól, és aki megengedtette magának, hogy vett egy havit SMS-ben, és akkor addig megvárja, míg ez az egész kialakul, és akkor mit tudom én, az január végéig jó, és akkor február elején már valamit megveszel. Kisebb bukó ugyan van, de nem áll sorba, lehet, hogy mit tudom én, 3000 forinttal több, de nincs az 1500, meg nem tudom. Tehát totál káosz volt, azt láttam. Ugye én érintett vagyok, én arra járok, én nagyon figyeltem, hogy akkor hol, mi szakasz, hogy fizetsz, nullás, nem fizetős, hogy mi lesz, hogy lesz, nem. Egyik olyan elképesztő volt. Na jól van. Hát a múlt évről ne is beszéljünk játékfronton, nem? Hogy mi volt? Hát, múlt évben volt játékunk? Felejtjük is el. Én elengedtem. Nem? Az már nincs. Hogy miről beszélünk? Az univerzum királya. Az nincs. Új év, új élet, jó? Lehet jelentkezni játékra, a drága hallgatóink, láttunk sok SMS-t majd természetesen. Ezekből is szemezgetünk, ha visszajöttünk Ákos hírei után, jó? SMS számunk változatlan, ha valaki szeretne velünk játszani, az nyugodtan írjon SMS-t, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. A Klassz FM-en. 10 perc múlva pontosan 7 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek, elindítjuk a januárt, itt vagyunk, és mindenki kipihenve, mindenki beigli mámorosan próbál visszatalálni. Gyerekek, a leghosszabb szünetünk egyébként, azt számolgattam. Milyen hosszú szünetünk nekünk évközben nincsen, mert ugye egy hétre szoktunk elmenni, ugyan többször egy hétre, de két-két és fél hét volt, vagy két hét, nem két és fél, azért az sok volt azért. Nem volt az. Hiányoztunk egy három-három hetet azért. Egy hónapig nem jöttünk. Persze. De két hét volt. Nagyon lassan telt otthon, vagy mi van? Nem tudom, olyan jó volt, nem volt kettő. Másfél hét volt. 8 munkanap. Hát hétfőkedden még jöttünk dolgozni, és szerdától a mai napig, az másfél hét. Tényleg másfél. Igen. Mérlek. Akkor csak én éreztem hosszúnak. Én éreztem Férlek, csak egy hónaposnak. Én szaloncukrot még nem ettem soha. Fú, rájöttem, idén utálom a szaloncukrot. Tényleg? De miért teszel? Ipari mennyiségben. Ilyet, amilyen van. Gondolom, ilyen nagyon gel, ilyen nagy csoki krémes trüffeles. De biztos, hogy ilyet. Na, miért teszel? Figyelj, amit a múltkor beküldtek nekünk, az a kézműves szaloncukor, az nekem nagyon beütött. A gellet, komolyan mondom. A francokat, iszonyatosan jó mennyiségű volt. Annyira volt, amiben külön volt egy-egy szaloncukorba mandula, egész mandula. Fúj. Elképesztő finom volt. Egyet nem bírtam belőle megenni. Bárkinek adtam belőle, mindenki azt mondta, hogy úristen, ez iszonyatosan durva. Hát, hogy velem van a baj. Ilyen tömény, csoki a csokiban, csoki mászban, csoki krémmel, karamellel, ilyen, fú, nem. Itt a szélszerűen Misinek adtam elsőnek, azután, hogy tele... Azt mondta, hogy ilyen. A Misi evett belőle egy szemmel, és télre hullott, és mondta, hogy Misi, ne elég, hagyj, köszönöm, mondani. És elkezdte kigombolni. Igen, a csinicedet. Figyelj, rettenetesen jó volt. Annyit tettem belőle, hogy már kellemetlen volt. Így gyűjtögettem itt magam előtt a kis szaloncukorpapírkákat, és azon vettem észre magam, hogy már gyakorlatilag kötegelni kell a papírt. Sajnálom, mondom, köszönöm szépen, nem. És minden nap kivétel nélkül. Hát gyerekek, ez erről szól, volt. Igen, szóval karácsonynál lehet egy kicsit bűnözni, aztán, hogy jön a január, akkor mindenki mindent megfogad. Úgyhogy igen. Leszoktam a dohányzásról 15 percre. Jó, tényleg. Valahogy nem tudtunk kimenni, olyan hideg volt. De csomószor leszoktál, mert mindig elszívtad az utolsót, és aztán megint leszoktál 15 percre. Abszolút, figyelj, megfogadtam, elmondom, kipróbálom milyen. Tök jó volt, de hát aztán kimentünk rájuk. És aztán újra és újra bebizonyítottad, hogy mindig le tudsz szokni 10-10 percre. Akármikor, leteszem is jó. Király. Figyelj, te nálad többször senki nem szokik le a dohányzásról egy évben, mert mindig abba hagyod. Csak 15 percig tart. Na jó van, nézzük meg a játékosunkat, jó, hogy ki az év első játékosa.
És hát minden győzelemre szükség van, hogy a múlt évet behozzuk, vagy helyre tegyük, bár hosszú az év, úgyhogy azért addig még egy-két játék eltelik, de megnézzük, hogy kivel kezdünk idén. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt! Hello, szia! Annyian vannak itt Skype-on bejelentkezve. István, hello, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello, István, honnan hívsz minket? Budapest. Budapestről. És azon belül honnan? Rákospalotán. Rákospalotán. Még otthon? Nem, már munkában, sőt, végzem lassan. Ja, hogy? Hát éjszakai műszakokban dolgozom, este 7-től reggel 7-ig, és akkor lassan váltás. 12 órás meló? Így van. Jó. És mit csinálsz? Bolt érradó vagyok. Éjszaka? Így van, nattok. Jó, ez egy éjjel-nappali. Így van. Hogy változott? Mi a logikában? Kutya fáját, hogy nem változnak. Hogy azt hittétek, hogy 2015-ben talán egy kicsit más leszek. Azt hittétek, hogy itt az ünnepek alatt de már nem tudok gondolkodni. És nézd meg, hogy rájöttem. Hogy egy pillanat alatt fejében. Mi még csak kapizsgáltuk a Ferivel, hogy miről is van szó. És már tudtam, hol van az a palota. Tudtam azonnal, hogy ez egy éjjel-nappali. Mindig tudtuk olyat mondani. Látod? Hát felkészültek vagyunk. István, kivel szeretné játszani? A szerencsét választás. Remek választás. De jó. Új évre való tekintettel. Nagyon-nagyon-nagyon helyes. Mehetünk is? Mehet. Na menjünk akkor, Jani. 3, 2, 1, fire! Szilveszterkor is dolgoztál? Így van, ahogy mondod. És akkor este 7-kor bemész, reggel 7-ig nyomod. Ahogy mondod, így van. Sőt, mondom, még karácsony másnapján, 25-én is dolgoztam. Uh-huh. De szenteste? Mit csináltál? Szenteste? Én családnál voltam. Na, helyes. Szenteste kérlek szépen... reggel végeztem, uh-huh. Szent reggel. Aztán reggel. Így van, hát. Uh-huh. Aztán kis családozás, majd szolidaritásból egy barátommal töltöttem, aki szintén non-stop dolgozott. Neki nincs családja? Hát ő hamar letudta. Uh-huh. És akkor együtt voltatok, dolgozott. Együtt bulisztatok. Hát mondhatjuk így uh-huh. is. Neked van családod? Saját gyerek? Pár? Hát 20 évesen még korainak érzem. 20 éves vagy? Oh, hát bocsi. Aha, szilveszter, akkor is meló. Így van, viszont akkor egy másik kollégámmal töltöttem a szilveszteret, és könnyebb volt. Semmi olyan. Szép volt. Ez lehetek. Gyerekek, srácok, ha ilyen lesz az évünk, akkor végünk akkor van. Ez egy nagyon csúnya év lesz. Igen. A játék szám, hogy István iszonyatosan profintolta. Ügyes voltál nagyon. Jó, sokat játszol, vagy gyakoroltál, vagy mitől voltál te ennyire jó? Nem tudom igazából. Nagyon flottul mentem, vagyunk ezt hozzászokva. Igazából. Hát figyeljetek, egyszer már játszottunk, akkor Balázs téged popsisztalak kell, most Ferit, elkészülj. Akkor már csak a Jani van, már tényleg. Már csak ha engem hagyjál békén. Jó, húzd ki a számát, Anna, légy szíves. Írd fel a számát, Anna, igen. Írd fel a számát, vedd fel a hangját, többet nem játszhat. Semmi nyeremény vadászat, csak itt a presztízs. A presztízs, mi egy elmondtás, hogy mindhármunkat agyon vágtál. Helyes. Jól van, küldjük neked az ajándékcsomagot, azért ettől függetlenül ezt megérdemled, jó? Rendben, köszönöm szépen. Köszi a játékot, ciao. Sziasztok. Hello. Cső. Gyerekek, jól játszott. Jó volt, hát ezt senki nem mondott ki semmit, szépen lenyomtuk az egy percet. Ez van, hát most mit csináljak? Igen. Nem tudtam, próbáltam. Jó, oké, köszi. Micsoda, nyerd meg. Igen. Holnap Janit hívja meg ki valaki, aztán majd. Nem, már próbáltad a gyerekek, így sikerült. Na mi van, elfogytak a reklámok? Január 1-e van, vagy mi? Kihagyság csend. Igen. Nézzük egy-két SMS-t, azt mondja, hogy a fenyőfákat fújja be a szél az utakra. Ma reggel az Üllői út közepén találkoztam egyel, mindenki figyeljen oda, ezt Andris küldte nekünk. Köszönjük szépen. Nektek áll még? A egész rendesen, aha. Nekem már csak reggel. Nekem már csak reggel kicsit. De az is már csak egy negyedik. Madarasi Hargitán 1800 méteren a síkölcsönzős titeket hallgat. Kaptuk ezt is SMS-ben. Köszönjük szépen.
Balázs, amit te mondtál, hogy nem tudom milyen gyertya, az a római gyertya, és a pillangó igazából méhecskei zümmög. Reagálva még ugye a tűzijátékra. Hát most mindegy. A lényeg, hogy pukkant és jó volt. Ennyi tulajdonképpen, igen. Sümeg Sopra 84-es főút rendben van, ezt átküldte nekünk, és Kanizsától a 61-esen senkinek nem tűnt fel a hó, több kisebb baleset is van. Pellegrinus küldte nekünk. Mit jelent, hogy nem tűnt fel senkinek a hó? Nem takarítják valószínűleg. Ja. Én láttam egy hókotrot idén. Ja nem, ez még tavaly volt. Tavaly éve vége felé. Lapáttal. Hát igen. Sózni az sózott? Hát még nem volt mit tolni. Nem tudom, mit csinált ott. Mert nem volt hó. Gyakorolt. Valahova ment. Gyakorolt, hogyha majd leesik a hó, és már nem látja az utat, akkor is tudja, hogy merre kell menni, érted? Hát meg őt aztán nem érheti meg az a vád, hogy nem készül fel arra, hogy ha majd havazni fog, akkor nem lesz ott. Mert nem, ott van. Nem de milyen kell kimegy terep szemlézni, vagy mit csinál? Körbe megy az úton, amit majd sózni kell? Megtanulja, hogy merre kell menni. Ha már nem látja az utat, ő akkor is fogja. Tényleg, útbejárás volt. Útbejárás van. Na jó van. 2 perc pontosan, 7 óra meghallgatjuk a legfrissebb híreket újra, mi pedig jövünk a hírek után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sedestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt pontosan, 8 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani, hello. Sziasztok. Drága hallgatók, itt vagyunk, és kezdjük az új évet január 5-én, még egyelőre nem is annyira hidegben, mert hogy jön a hideg, de majd csak valamikor szerdán, vagy szerda környékén, ott ilyen mínusz 20-akat mondogatnak. Nappal vagy éjszaka? Vagy mi lesz most? Éjszaka? Mert éjszaka kit érdekel, mindenki alszik, nem? Tehát az tök mindig milyen hát idő van. Reggel nem jó, az igaz, igen. Szerintem ez éjszaka. Ez éjszaka, ez a legalacsonyabb hőmérséklet. Halljátok ezt a hangot? Utál a vonat? Vagy ez mi volt? Várjál? Nem, ott jön mögötted. Hát vonat is jár? Az egyes vonalá? Ja, hogy várjál, itt elindult. Aha, elindult valami. Ja, az... Azért mindenki így levette a füles, hogy jön a vonat. Valaki hármasugrást játszik. Vagy fekete fejéken nemet, igen. Na, szóval, hogy valami mínusz 20 jön? Mínusz 20 lesz, állítólag most ma még havazás, meg holnap, és aztán ez gyönyörűen lefagy a mínusz 20-ban. Tehát ezt jósolják most. Csapadék, ez hóformája, és akkor 20, mínusz 20-nál beköt a hó. Oh, az finom lesz. De gyerekek, legalább lesz hó, nincs azzal baj. Nekem idén úgyis kimarad a síelés, meg minden ilyen legalább a házam előtt tudok egy kicsit ott szánkózgatni, vagy csúszkálgatni, vagy valami. Igen. Majdnem ugyanaz. Igen. Az FKF ártalmatlanítja a fenyőfákat, írja nekünk valaki SMS-ben, köszönjük szépen. Azt mondja, hogy azt érzem, hogy van egy friss közlekedés, de most vagy mindenki alszik, vagy az egész ország még ilyen beigli kómában van, és nem küldenek nekünk közlekedés híreket. Hát vagy nem vagy mennek ki van az utakon. Nem mennek kimenni, hát. Mert ugye nem tudod, hogy milyen matricát kell vegyél. Igen, nem tudja, hogy nem megyek. Fizetős, nem fizetős, milyen matrica. Egyébként 8 óra után kicsit foglalkozunk majd ezzel az egész káosszal, ami volt az ünnepek alatt. Ha valakinek van kérdése a saját útjára, matricájára való tekintete, küldje el nekünk nyugodtan SMS-ben, 8 óra után hívjuk az illetékes urat, és megkérdezzük tőle azt, amit meg kell. Nekünk is van néhány kérdésünk, megláttuk azt a káoszt, amiről ugye beszéltünk 6 óra után, ami volt itt. Már az ünnepek. Már 15 ember nyüzsgött a házatokban? Arra káoszakodom? az kiváló volt. Ura voltam a helyzetet. Hát nálunk, az is van. Nálunk is van údi, be kell fizetni, ja, aki bejön, kertpénzt kell fizetni. Hát, hogyha műhold alapján, műholdfelvételek alapján állapítanak meg az údíjat, akkor valószínűleg a kocsi felhajtotokra is adnának. Ott az legalább annyira hosszú, úgyhogy ott is kellett fizetni, igen. Nem, tehát 8 óra után foglalkozunk majd az útdíjjal. Viszont van valami, amiről akartam beszélni. Gyerekek, voltál játékkészítőkön végül? Uh-huh. Aha. De rájöttem, hogy neked miért nem tetszett annyira. Miért? Mert egy hosszabbított verziót néztetek meg, ti megszívtátok. De miért? Mert elmondom, hogy mi volt. Fia, ugye úgy volt, hogy ez a 27-től voltak a darabok, igen. A szem, és mi úgy kaptunk egy ilyen tiszteletjegyet, ami ilyen teljes tiszteletjegyes előadás volt, tehát mindenki, igen. Rokonok, barátok, munkatársak jöttek el, mi 22-én voltunk hétfőn. 22-én, az volt a nagy sajtóvetítés, a nagy próba meg. Olyan sajtós volt. Egy órát kivettek az előadásból, képzeld el körülbelül. Igen? Okos döntés. De nagyon-nagyon jól éreztem, hogy arra nem kell elmenni. Nem, viszont Vikiék voltak 28-án, nem találjátok ki volt a gyerek kedvence egyébként. Tehát Berecki Zoltán. Igen, mint Hüvelyk Matyi. Igen, jó. A gyerek odáig volt érte. Nagyon én jó. Ettől rettegtem, ettől az egytől, hogy bárki. Vigyük a Feró, az Alföldi, mindegy, bárki tetszen neki, csak ne. A gyerek azonnal mondta, ő az.
egy órán keresztül hazajöttem, mert Vikivel voltak, még a Hüvelyk Matyiról mesélt, hogy a Hüvelyk Matyi hogy gitározott, meg milyen volt, és hogy volt, mondom, ú, de jó, ú, de belenyúltunk ebbe, csak a Bereckiről tudod beszélni. Sugárzó Berecki egyébként. Menjünk el a koncertjére is. Sugározzon nálad sokat, Feri. Hát, jó a csávó. Na mindegy, de te egy órával többet néztél, te azért nem szeretted. Ugyanis az előadásatok után húztak egy órát a darabból. Na, így volt, csak 4,5 órát. Kivettek egy kicsit a feléből, meg kivettek a második feléből, és így volt egészen szerethető már, és lett baromi nagy siker. De az Oliból lecsíptek? Az Oliból nem csíptek, de az Oli volt, a gyerek kiszúrta, azóta Hüvelyk Matyi a kedvence. Már várom egyébként, hogy majd érkezik majd a közeljövőbe egy nagyon ízléses, kicsit parfümillatú, rózsaszínes boríték Sebestyén Bennett felirattal. Tiszteletjegyekkel a következő Berecki koncertre. Nem akarom, hogy megálljon a fejlődésbe azért. Tehát mi? A Berecki koncertre nem viszem el. Szóli, tehát nem, azért... ő folyamatosan fejlődik. Tehát mindenek van határa. Figyelj, a Berecki mindig jó, ha nem Berecki. Én rájöttem. Tehát amikor a Starban szerepel, más... és Mick Jagger-t kell csinálni, nagyon jó. Amikor Hüvelyk Matyi, nagyon jó. A Berecki akkor rossz, amikor Berecki. Tehát ez tökéletesen így van. Hidd el. A Starban, amikor... Hogy a napjai nagy részét ez a szerep teszik. Sajnos nem tud mindig más lenni egyébként. Azóta minden este Hüvelyk Matyit kell mesélni a gyereknek. Hallod? Ez az én karmám. Azt ez hittem, egy büntetés. Énekelned is kell a Hüvelyk Matyi dalát. Ez az én büntetésem. A gyerek kiszúrta, mint Hüvelyk Matyi, ez milyen jó karakter. Viki egyszer elmondta neki a mesét, megszerette a Hüvelyk Matyit, és minden este egy kicsit a Bereckivel fekszem. Tök jó. A játékkészítők után Hüvelyk Matyi. Hüvelyk Matyi rázva valamire. Például, már volt rendíthetetlen ólomkatona, már minden volt, de azon sírt. Sokkal jobban tudok. Ott van például az ATV-n rendszeresen ismétlik a Hüvelyk Matyi című sas előadást. Én kétszer futottam bele, 2 órás, így van, sas maraton keretében. Kétszer. Próbáld meg. Ádám és Eva, utána meg a Hüvelyk Matyi. Hüvelyk Matyi. Mutasd meg a Benninek, hátra bejön neki. Lehet, hogy az lesz. Na mindegy, szóval te hosszítottat láttál ez a azért, mert mi oda mentünk 6-ra, hogy majd 7-kor kezdődik az előadás, illetve ez a karácsony előtti őrületben volt, időben elindulunk, mondom, a csárnak, gyerekek, színházba megyünk, kutyafáját, időben ott legyünk. Na, kultúrálódik kultúra, a család. Kultúra, nem tudom mi, de kultúra, hogy 5 perc alatt átértünk a városon, és 3-7-kor még nem engedtek be bennünket a csarnokba, tehát ez ilyen tényleg próbavetítés volt, aztán 7-kor beőzünk. Még szállat a festék? Vagy? 7-8-kor elkezdték. A ruhatáros tényleg lebetegedett. Nem tudtuk hova tenni a kabátokat, ez más ott is ugye probléma szokott lenni, és 10:30-ig voltunk színházba. Azt hittem megőrülök. Még jobban megőszülték. Én is utálom a színházat. Semmi sem mutat jobban. Már mindenhol ültél, már mindenhogy feküdtél, már minden bajod volt, nekem hosszú volt. Na, de eszembe jutottál, mert hogy utánatok húztak. Aha. Tehát ti voltatok a tesztközönség. Köszönjük. Cumira vetted, finoman megkaptad a Cumira szégét. Én meg büszkén érted, hogy figyelj, ingyen jegyet kaptunk, érted? Benne vagyunk a 3000-be, vagy nem tudom hány ezeres a csarnok, akik ingyen bemehettek, hogy megnézzék. Nem mindig ajándék, Feri, a rendezői változat hinten. Igen, tehát, most már én is rájöttem. Filmen is ront az, hogyha hagyják a rendezőt dolgozni, itt is lehet, hogy az lehetett, hogy hát, még nem tudták, hogy igen. De lehet, hogy tesz, volt. Maradt két részes egyébként, tehát volt szünet? Két részes vagy? Maradt, azt mondta Viki, igen, ő volt a gyerekkel, csak tehát lemértük, hogy mennyi, aha, és aztán beszélt ő a jó dolgozóval, a Gabival, aki ugye a producere volt ennek az egésznek, és elmondta, hogy igen, hogy volt egy kis rövidítés, nehezen bírják a gyerek, akkor 4-4,5 órát így kis túlzással ugye egy helyben. Biztos, ezért... hogy direkcionet volt, pedig egy masszív szövegfelejtés. Igen, tehát a Feró kijött és elfelejtett a dalát, és áj, függöny. Igen. Na mindegy, igen, szóval az én büntetésem. Viszont felfedeztem valami szörnyű dolgot karácsonykor, és szerintem ebben jó témát lehet csinálni, mert lehet, hogy ezt is átéltétek. Gyerekek, a karácsonyi... Egy tükör fölé álltál. És rájöttem, hogy a bicepszem megint nőtt egy kicsit. Nem, képzeljétek el, az én családom és a családok baráti körül, akik ott voltak nálunk 24-én... Rokonok! Mind ismerősök. Az én család, tagjai, rokonok. Figyelj, elindult a masszív karácsonyi ajándékkal való csalás. De olyan durván, és olyan szemtelenül, hogy az valami elképesztő. Visszakaptál valami tavaly előtt itt, amit te adtál, vagy mi? Hát majdnem ez történt. Nem már. Hát majdnem ez történt. Körbeért. Körbeért egy ajándék, illetve nem is pontosabban körbeért. Lelepleztem a Viki családjából, hangsúlyozom, a Viki családjából azért erősen, és baráti köréből, mert hogy azért az én családom ilyet nem csinál. Akkor ez vagy Laci, vagy az agyósod. Mehetünk tovább. A Viki egyik barátnője is ott volt nálunk karácsonykor, és én kaptam tőle az ajándékot, és hallottam, hogy odasúgta a Vikinek, hogy gyorsan együk meg, mert már ő is kapta valakitől. Ez volt az egyik, de várjál, elvettem, egy bombonos doboz volt, ami egyébként 2013. december 22-én vagy 21-én
Hello. Finoman le is járt. És rájöttem, hogy az ő családjuk és baráti körük finoman ez a körbeajándékozás történetet nyomja, hogy itt egy arcesz, az megy tovább, itt egy doboz bombon, azt kapom én, ott egy valami, azt kapja valaki. Ott egy molcsicsi csipkest ide. Tedd rá erre vagy arra, hogy ennél rohadékabb dolgot kevésbé tudok elképzelni. Ez egy nagyon híres magyar cukrászda által kiadott ilyen díszdobozos bombon csomagolás, ami ott van az állatkert mellett, mindegy is, hogy melyik. És ezt ő nem szereti. És elmondta. És már a nagymamája se szerette. A nagymamája se szerette, illetve a dédapja hazahozta az első világháborúból, már nem tudták, nem tudták megenni. Visszahozta is onzoltól, mert azt mondta, hogy azért mindent megesznek, de. És félre jól a Vikit, és mondom, hogy fél, nagyon-nagyon kedvelem a barátnődet, meg ne törődjön vele, hogy az én halászlevemet eszi meg. De majd, ha én is 2013-as rántott halszeleteket adok neki. És aztán rájöttem, hogy tulajdonképpen ez mégsem pofátlanság. Mert átgondoltam az elmúlt 5 évemet, és rájöttem, hogy 26 dolgot kaptam, amit mert azonnal... Mert a 3/4-ét ő zabálta meg így. 26 dolgot kaptam, amit azonnal továbbadtam. És hogy ebben még sincsen semmi, mert önvizsgálatot tartottam karácsony után, amikor lefüleltem Editünket, aki egyébként ezt a kis használt, ilyen féli megrágott zserbót adta nekem sok szeretettel felirattal. Nagyon finom volt, egy darabot nem ettem belőle, majd lejárt. És rájöttem, hogy ezt én is csinálom. De nem lejárt. És még most karácsonykor 2 én is továbbadtam. De lejárt. Nem, lejárt, nem lejárt. Ennyi, nem. Ennyi tisztesség legyen. Én a bort benne kapom balról, és tudom, hogy 26-án jön valaki kis zacskóba be, és már adom is. Vagy adom az zacskóra, figyelj, mert bele szoktak írni. Az zacskóba bele? Igen, én kaptam olyat most. Az nagyon kellemetlen. Zolinak névnapjára szeretettel. Esküszöm. Kedves anyukám. De komolyan ez volt rajta. Mert van az acsi, és a szoktak a szárára, vagy a fülére. De mi nem ilyen kis cetlit raksz, vagy egy kis könyvecskét, vagy a mi az? A fülére van gyárilag egy ilyen kis széthagyhatós könyv, és abban volt Zolinak névnapjára szeretettel. Na, mondom, köszönöm meg, vagy honnan jött. Tehát, hogy arra figyelj, azt szedd le róla, és akkor utána már mehet. De ne legyél már paraszt, hát Zoli is örült neki. Vagy én is örültem. Hát érted, azért is te is kaptál. Hát, ha na most Zoli örült neki, Feri is fog neki örülni. Jó, csak ne, tehát szerencsére nem azt a bort küldte, amit ő kapott, vagy az üres üveget, hanem az jó volt benne a bor, de bele volt még írva, hogy Zolinak. Szemétség ezt egyébként így tovább adni? Igen. Én rájöttem, hogy közben pedig egyébként tökre most megment. Miért? Hát, ha valakinek ízlik az a bomba, nem? Hát azt szerintem az senkinek, mert kinyitottuk, és kicsit ilyen avas volt a teteje már konkrétan. Tudod? Ó, fehér csoki a kedvencem, nem? Nem, az penész. Az nincs ezzel baj. Szerintem de nem, igen, ő ezt vállalta, mert odaszólt a Vikinek, hogy egyétek meg hamar, mert én nem szeretem. Mondta ezt a Vikinek. Tehát ő ezt kicsit félig beismerte, hogy egyébként ezt ő továbbadja. A kellemetlen az volt, mikor ott közösen megfejtettük, hogy ez 2013-ban még le is járt. Persze ezen a család nagyon jól szórakozott, tehát ebből nem csináltunk nagyon titkot. Én meg azonnal, nyilván nagyon hangosan. De most tudod, hol, mikor járt le ez a kis csokoládé? Nézzük csak meg! Ó, Edith, köszönjük szépen, 2013-ban le is járt Miki, ez a csokoládé. Miki, te most édesnek örülsz, azt zavar, hogy a 2 éve lejárt, legyétek meg gyorsan. Igen. Szóval, hogy ez egyébként jó. De most te tudod például minden tárgyadról, hogy hova adtad tovább, kitől kaptad, mert a legveszélyesebb az az, amikor kapsz valamit, eltetted, és egy fél év múlva, ó, megyünk a Giziékhez, vigyünk már nekik valami ajándékot, leveszed, és visszaviszed ugyanazt. Ráírod, hogy kitől kaptad? Nem, azt így nem írom kis rá. Cetli? Azt nem írom rá. Éváéktól 2013 karácsonyára. 27-én jött át hozzánk egy baráti társaság, és megkapták tőlünk a valaki, a Szegál Viktornak azt a zöld ilyen szakács. Igen, amit ajándékba hozott ide nekünk. Igen. De nem, képzeld el, hogy nem. Balázsnak szeretettel. És ez nekem beugrott, és állunk az ajándék szacsornál, és mondom Vikinek, hogy figyelj, nézz már belőle, nincs benne, hogy szeretettel Balázstól, mert én is kaptam egy ilyen könyvet. Viki pánikba esik, elkezdjük föllapozni a könyvet, miközben fölmegy az ajándékozás, hogy megnézzük, hogy benne van-e, hogy szeretettel Balázsnak. Mert ugye mi kaptunk egy ilyen könyvet, bizony, és abban viszont bele volt írva, hogy Szegál Viktor szeretettel. Megnyugodtunk, hogy nincs, mondom, semmi baj, akkor kivágjuk ollóval azt az egy. Azt így kell, vagy csak a betűket. Vagy csak a betűket körbevágjuk, vagy kivágjuk ollóval szépen finoman. És gyorsan lerohantunk, megnéztük a garázsba, hogy nincs-e benne, hogy szeretette Balázs. Emlékezett a Viki, hogy nem, ő ezt megvette, és azt adtuk. Tehát az nem egy továbbadás volt, de beugrott. Én most rohadt ideges vagyok emiatt, mert valakinek ígértem egy példányt a te könyvedből, és a végén azok a rohadt kuponok, ugye ott lejártak, és már az egyik ki van vágva félig, nem, ki van vágva a kupon az egyik. És nem tudom úgy kivágni belőle snitzerrel, hogy ne látszódjon, hogy kivágtak egy oldal. Pedig ezt kérték. Akkor elmondom. Itt van benne az asztalon, nem komúzok. Már csak antikváriumban van egyébként. Itt? Nagyon nincs már. Akkor mondd meg, hogy neked kellett a kupon kivágtad, ők akarták a könyvet, te meg a kupon kivágtad. Antikváriumban nem találtam meg, ezt egy mély nézszere. Több köbmétert átúrtam, de nem, egyébként tényleg ez van. És ki van belőle vágva az egyik a végén, és most tök nagy bajba vagyok, hogy fogom belőle kiszedni. Mert a másik meg dedikált, 2 sikerült belőle.
túl. És a név az jó, vagy... vagy nem, hál' Istennek csak annyit írtál, hogy szeretettel Balástól. Tehát most oda rohannak és beleírok valami kamu nevet. Nem, hát, már ne, hallgatónak lesz. Bocs, Jani, beírtam, hogy Józsinak. Józsinak hívják? Nem, nem, sajnos nem. Szóval ez a tovább ajándékozás, ez egyébként rájöttem, hogy ez egy baromi hasznos dolog. Nem, jó. Ez undorító. Dehogy, tök praktikus. Kapsz egy doboz csokit, nem ízlik, már rakod be, kaptál egy bordet, te rozét iszol, de vöröset, hopp, már meg vagy, már adod be, megvan már egy ajándékcsomag, egy csomag csoki, egy csomag hát, bor, már adod szatyorba, ő örül neki. Tudod, mennyit kaptál te is, amit tovább ajándékoztak? Tudod, mennyit kaptunk mi is? Szerintem az ország fele tovább ajándékoz. Higgyétek el, hogy mindenki kapuzik. Most állsz a kis polcod előtt, na jó, ezt már én úgy használom semmire, akkor ezt odaadom. Nem, most nem erre gondolok, hanem arra gondolok, amikor jön egy baráti társaság, és mit tudom én, mindenki egy kis aprót vesz. Akkor gyereknek megveszed, a csajnak egy csoki, pasinak egy üveg bort. Tehát amikor nem ilyen nagyon személyeset veszem, mint közeli család, hanem ilyen kicsit ilyen tágabb értelemben ajándékoztok, akkor ilyen mennek ezek a közhelyes dolgok. Egy bor, egy csoki, a csajnak kis játék a gyereknek, az menjenek. Nem? Azt húzzalak már. Azt menjenek már, mert mennék aludni. Így van, saját életeket. De nem így van? De, szerintem ez teljesen korrekt. Ezért kell azt csinálni, hogyha valaki például nem borozik olyan sűrűn, mint mondjuk én, nem, illetve mint mondjuk Feri, de én nem borozok sokat, akkor le kell fóliázni. Én már például megporosodik a pincében. Ne fóliázz le. Elég, hogy a távirányító le van nálatok fóliázva. Legalább a bort ne fóliázz le. Megjelennek rajta ilyen kis pöttyök a címkén, meg az egész. És nem, nem ajándékba adott bor, az tudod nagyon jól, hogy nem jó, ha úgy néz ki, mint a pincékbe tárolt ilyen múzeális borok. Hát dehogy, mert azoknak jól áll a minden. De lehet ott hitetni, hogy ez egy nagyon régi jó bor. És ott állnak lefóliázva azok a borok, amelyeket majd tovább fogsz adni. Igen. De miért csodálkozol, hogy le van fóliázva, mert az ülőgarnitúra is le van fóliázva, meg a távirányító már. Nem azért jöttük. Meg a WC-deszka is, hát nem azért van, hogy lekopjon. De miért kell lefóliázni? A borra megsérül? Vagy mert össze, ne, az a baj, hogy... megkarcolódik a címke? Igen, meg porosodik, meg mit tudom én, tehát hogy nem annyira jó. Nem annyira jó, és akkor szépen betekerem így ízével, így folpakkal, és akkor úgy rakjuk be. Aha. Van egy ilyen bortárolónk. Borhűtőbe befóliázol? Ha mi már benne van, az már nem az én hibám, ha rossz. Érted? Csak ne porosodjon, ne legyen koszos. De, aha. Hát, ott ez, nem csak nekem fura, azért úgy. Veled vagyok. De én szeretem, hogy ne foliázod a bort. Én gondoskodó ember vagyok. Én gondolok arra majd, akinek örömet próbálok megszerezni vele. De mihát fogod a bort, megfogod egy szivacsal, áttörlöd egy nedves, kevésbé nedves rongyal, és készen Pésztön van. Szutyok lesz, hogy nem lehet normálisan takarítani. De hol értek egy építkezés mellett, hogy poros lesz? Nem, hát a pincébe történik. Nem úgy használjuk a pincét, hogy akkor lerakunk oda valamit, és akkor fél év múlva leszedjük a lakatot, azt lemegyünk. Nem, hanem hogy folyamatos forgalom van. És minden egyes kívülre, ugye, mert azt mondtad, hogy fóliába tekered, tehát nem látod, hogy mi van bent. Ugye? Tehát nem folpak, hanem alufólia. Nem, folpak. Ja, folpakban van. Jó, mert az előbb alufóliát mondtam, mert akkor gondoltam, hogy a folpak fölé van egy kis címke rakva, hogy be... Józsi Héktor Rozé. Rozé 83, Cabernet Sauvignon. Öcsi Héktor Furmin. Nem szereted, add tovább. Ezt nyithatod, ezt szereted. Hát jó, figyelj, de legalább aki bort kap tőle... Ez ritkaszor, ezt ellenség. Szúrjál ki vele. Júli, hello, nálatok ment ez a tovább ajándékozás? Vagy vettél észre karácsonykorát, hogy leleplezted a rokont, hogy tovább ajándékozott? Mert szemét dolog, de én kicsit közben rájöttem, hogy szeretem. Nem, én gyerekjáték bizbaszgyűjtő vagyok. Anna, az a szükségünkre. Az, amikor beteszem a szekrénybe, rendszeresen kapunk olyan ajándékokat, amikkel én tudom, hogy a gyerek legfeljebb 10 percig fog játszani, viszont tele lesz vele az egész lakás. Gyöngyök, ilyen kis kézműves kis hülyeségek, azt amiket valószínűleg úgy vásároltak meg a rokonok, barátok, messziről érkezett idegenek, hogy leemelték a polcról, és bedobták a kosárba. Meg se kérdezték, hogy mire vágyik a gyerek. Ilyenkor kell azt mondani, hogy ne haragudjatok, sajnos már megvan a gyereknek, valakinek adjátok oda. De én szoktam azt mondani, én beteszem a szekrénybe, és tovább ajándékozom. De akkor te is csinálod. Hogyha van olyan, amire tudom, hogy a gyerek nem fog vele úgy játszani, tehát tényleg csak arra jó, hogy kinyitja azt, odébb rakja 10 perc múlva. De olyan nincs, hogy ezt a gyerek majd eldönti, hogy ő akar vele játszani, és nem agyú dönti el? Van éppen elég játék annak a gyereknek. Hogy csinálod, hogy miközben nyújtja a gyerek felé Ilona néni a kis ajándékot, vetődsz, belenézel a csomagba, és még oldalt fordítva kiveszed belőle, hogy a gyerek ne vegye észre? Állj, ez csak akkor működik, hogyha tömegével kapja az ajándékot. Például egy nagy születésnapi bulin, megérkezik 120 vendég,
vendég, 120 ismerős, mindenki hozza a kis papírzacskóját, egy idő után egyébként azt se tudod, hogy kitől kaptad, mit kaptál, és találsz benne olyan dolgokat, amikkel tudod, hogy a gyerek nem fog játszani, vagy ha játszik is, akkor. Tök javas egyébként. És akkor azokat, hogy félreteszem, és akkor előfordul, hogyha nagy krízis van, mert valakit elfelejtettem, akkor gyorsan körülnézek, hogy mit és biztos, hogy örül neki. Loire-menti kastélyok, 3000 darabos pázli, meg van belőle 2810. Figyelj nekem! Igen, és abból 2000 csak az ég volt, tudod. Csak a világos kék ég volt, tudod. Nem felhős, semmi nincs, raki, egy sirály van a bal szélen, tudod, old meg. Istenem, hány könyvet ajándékoztam volna a szerkesztőségből? Tőlünk? Na, miért nem vitted? Mert alá van írva. Ja. Egyébként tényleg, most, hogy új év van, mondjuk el azoknak, akik nekünk könyvet küldenek. Ne írják. Hogy ne küldjenek. Ne, küldjenek, csak ne írják már oda, hogy szeretettel Janinak, meg Balázsnak, mert kapunk egy csomó első író, vagy első írótól első könyvet, kapunk egy csomó szakácskönyvet, hogy nagyon helyesek, meg nagyon örülünk, meg mindent bemondunk, hogy kaptunk, csak ne írják bele. Meg könyvet aláírni amúgy is szerintem. Így van, hogy hagyd tudjuk továbbadni. Ne dedikáljátok, és könyörgünk celofánba. Celofánba, hogy lássuk, hogy mi van benne, hogy ne is kelljen kicsomagolni. Imádom a Szegál Viktort, és nagyon helyes Pali, de annyi embernek... Zseniális az a könyv. Zseniális, annyi embernek tudtam volna már odaadni, ha nem írta volna bele, hogy Sebestyén Balázsnak, mert hogy én olyan béna vagyok, a konyhában nem főzök, a Viki szintén béna, szintén nem főz. Nekem abban néha kicsit kedvenc receptem, azokat kitépem belőle. Ez többi meg tovább. De van ez a kis tapétavágó, tehát csak ki kell megni. Nagyon, egy pici csík mindig marad. Igen, de hát ez nem érdekes. Nehéz kivágni. Melo, Anna, új a friszkód? Vagy csak hajat mostál? Ne, hát új. Új, 23-ai. Megtaláltad a régi parokát. De tényleg igen, láttam, hogy kicsit igen, más. Új. Hát egy picit, igen. Igen. Én is le akartam nyúlni könyvet már az asztalotokról, bevallom, de alá volt írva. De mit vittél volna? Hát szerettem volna továbbadni, mert nekem adta volna Jani az egyik könyvet, hogy vigyem anno Tamásét, Frejét, de hát odaírta a Janinak. Nem tudtam elvinni. Frej könyvet akart, ő se dedikálja már. 500 oldal. De ugye gyerekek, hogy mindenki tovább ajándékozni, akkor nézzétek meg, van, aki nyúl és tovább ajándékoz, asztalról lop és tovább ajándékoz, van, aki csak körbe ajándékoz. Én szerettem volna, mert Jani tök aranyos volt, hogy mondta, hogy elolvasná, de hogyha annyira akarom, vigyem. Tovább kell írni, hogy Janinak nem szívesen adnám oda, de neked, Anna! Keres egy Jani nevű ismerőst, akinek át tudod adni. De nem meg ki akartam, az is benne van. De még jó, hogy észrevettem, gondolod, de odaadom. Szerintem nagyon kellene. Na, az már rosszul esne. Tehát ha Edittől ez a kis bomba, mondtam, jó, belefér, mindegy, ne, nagyon vicces. De ha bele van írva, hogy Józsinak szeretett a házassági évfordulóra, és állsz ott hülyén, és megkapod. Azért. Szóval azért az már tud rosszul esni. Hogy magyarázod ki? Az sehogy. Hát sehogy. Igen. Annyira kedvelek, annyira szeretlek, annyira tisztelek, hogy Jani legféltettebb kincsét elhoztam neked. Hát azt már tényleg se, hogy úristen, de hogyha még bekamuzott, hogy figyelj, nem, mert voltam könyvesboltban, mert annyira én tudom, hogy ennek te nagyon örülni, és kinyitja, és benne van, hogy Janinak, vadon Janinak szeretett. Hát azt az ugye engem a Szegál Viktor levert a víz. Levert. Mondom, most, hogy olyan könyvet szeretette Balázsnak, és átadjuk, az valami rémségesen kellemetlen. Hát igen, az. Én ezért örülök most, hogy az egyik benzinkút hálózatnál most van egy ilyen akció, hogy elviheted azt a könyvet, amit már nem használsz, ami már nem kell neked, ami nem tetszett annyira. Egy liter benzinkút. Nem, hogy elolvassák a kutasok. Semmit nem kapsz érted, de leteheted. És ez egy hatalmas ajándék, ha valakinek annyira elfoglalta az íróasztala, mint amilyenek, úgyhogy én már össze is húztam egy kupacba azokat, amik egy évközben összejöttek. És csinálj már is ilyen akciót, ha valaki a használt 500-asait nem használja, hogy tegyem áll itt még az asztalon. Én a régi 10 000-et is tudom használni. Ha nem használod, nem kell, tedd már itt, nem állunk az asztalon. És mit csinál a benzinkút a könyvvel? Bárki bemehet és választhat közülük. Ja, hogy te el is hozhatsz. Persze. De ingyen vagy ők, te beviszed és ők eladják? Nem, nincsen belőle lobby. De ez egy tök jó kezdeményezés. Ez egyébként egy jó ötlet, igen. Na jó van, várjuk az SMS-eket. Jó, ki milyen turpiságra jött rá karácsonykor, ki milyen ajándékot kapott, amit esetleg hát úgy vett észre, hogy valami szörnyű felirat volt rajta, se a név, se a dátum, se az időpont, se az esemény nem egyezett. Jó, írjatok nekünk SMS-eket. SMS számunk változatlan, idén is 06. 70. 645. Azaz. 00. 00. Jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en, a Klassz FM-en. 3:48 lesz pontosan, 5 perc múlva szép reggelt kívánunk mindenkinek, január 5-e van, egyelőre nincs dugó a fővárosban, legalábbis azt látjuk, hogy a felüljáró jól megy, a forgalom halad mindenki, és Richelieu is azt írja, hogy harmadannyian vannak az utakon, mint általában. 5-e van biztos? Kérdezi. Gyerekek, mi van, hogy valaki még ráhúzott egy pár napot? Mert az SMS-ekből is látjuk, hogy úgy ébredezik az ország, mindenki tényleg kicsit még szilveszteri, karácsonyi
ünnepek után így pihegve, de hogy nem az az SMS mennyiség van leginkább közlekedésben. Tehát látjuk, hogy még kevesebben vannak. De indult a, nálunk indul az OVI, az iskola, minden van. Igen, nem? Érdekes. Hogy, hogy van ez? Mert például én reggel az ülőjúton azt tapasztaltam, hogy hát meglehetősen tempósan igyekeztek páron odaérni a munkájukra, vagy bárhol máshol, vagy hazaérni, mert úgy mentek, mint az állat. Tehát én pont arra számítottam, hogy itt reggel olyan SMS mennyiség érkezik majd a különböző közúti balesetekről, meg mindenféle torlódásokról, meg ilyenekről, olyanokról, fennforgásokról, hogy ihaj, csuha. És hát közben nem. Közben nyugi van, igen. Na, nagyon érdekes dologról beszélgettünk, ugye karácsonykor abszolút aktuális, hogy kit mivel bántottak már meg, ami nem biztos, hogy rosszul esett neki effektíve, de tud embereket érzékenyen érinteni, ha az úgymond tovább adott ajándékba futnak bele, és azért kiderült, hogy mindenki kicsit utálja, de mindenki kicsit csinálja. Tehát mindenki adott már egy ajándékbort tovább, csokit, könyvet, ha bele van írva, az kicsit kellemetlen. De ugye arról beszélgettünk, hogy idén karácsonykor sikerült néhányunknak leleplezni egy-egy tovább adott ajándékot, és kértük hallgatóinkat, hogy írjanak nekünk SMS-eket, hogy ki mit fedezett már fel. Hát van vicces, és van kevésbé vicces, valami azért egészen kellemetlen is egyébként, hogy mit kap az ember. Barátom december elején szült. Akkor mesélte, hogy feleslegesen vett szoptatós hálóinget, mert nem is kellett hordani a kórházban. Karácsonykor szoptatós hálóinget kaptam de tőle. De jó, de aranyos. Tudod, ez az elfelejtett, hogy elmesélted a sztorit, majd annak adott tovább. Igen, ezt Nóci küldte nekünk. Főnököm adott karácsonyra bombont, kibontottam, és az volt beleírva, Kati néninek szeretettel. Tomi, Kati néni. De tehát akkor a főnököm is már nyilván, ő, lehet, hogy egy férfi a főnök, tehát már ő is kapta Kati nénitől. Igen, Kati néni a főnök felesége. Ja, és avas volt. Elegánsan az asztalra tettem, ezt Henny küldtenek. Én az anyósomtól kaptam sampont két éve, ugyanaz nem továbbadott ajándék, de az SMS, ő 15 éve vágom kopaszra a fejem. Hát attól még azért kell hajat mosni. Fejbőrápolása nagyon fontos. Igen. Pár éve karácsonyra vittünk a rokonoknak illatszer csomagot, egy héttel később a két bátyám ugyanabban a csomagoló papírban kapta vissza. Hát még át sem csomagoltam, de tényleg. Át kellene? Hát nem, legalább át csomagolni, nem? Persze, ha már ugyanoda adod vissza. Jaj, hát tudom, te is ezt szereted, én is. Hát nem egyet vettünk. Orvos barátomtól kaptam ajándék italt, italozacskóban, amiben volt 20 000 forint kis borítékban. Később tisztáztuk, hogy egy betegtől kapta. És te visszaadtad a 20-ast? Hát ne haragudj már, de úgy értettem volna. Köszönöm, doktor úr. Azért az kellemetlen, mikor a doki nem vette észre, hogy ott a 20 000 az alján, nem? Azért az kemény. Gravírozott névjegykártyatartó, csak nem annak a neve szerepelt rajta, aki kapta, az is kellemetlen. Barátoméknál észrevettem, hogy az étkezőből hiányzik egy kisebb, elég érdekes stílusú kép. Megkérdeztem, hogy hová tűnt, azt mondja, nem tudja. Másnap megkaptam a névnapot. De ez hogy van? Úristen, holnap jönnek a Józsiék, Jézus, akaszd már azt a képet a falról, csomagold már be. Hogy adsz? Hogy adsz egy képet a saját faladról? Az hogy van? Hát igen, és az a jó, amikor leakasztod a falról, becsomagod adod neki, és ott nálatok kapja meg. És látja, hogy a falon ott egy kísértetiesen, ugyanabban a méretben hiányzik egy folt. Valami a farról. Igen, és kiszúrja, hogy az onnan jött. Nagymamámtól kaptam egy parfümöt, ami hagyján, hogy használt volt, de még férfi is. Zsani vagy. Nagyapád úgy szerette az illatát. Nagy irafkozott egy kicsit, továbbadta a parfümöt, azért az is érdekes, igen. Anyunk könyvelőként dolgozik, egyik orvos ügyfelétől kapott egy ajándékcsomagot, miután kibontotta a kosárka alján, talált egy köszönöm doktor úr feliratú borítékot, benne 5000 forint. Nagyon jó. Én ezt szeretem, ez nekem tetszik. Készpénzt adsz. Az csokit, az bort és készpénzt. Na, nagyon mi jó. Kell még? 5000, 20000. Csak forgalomban lévő legyen. És ne pedig olyan, amit te kaptál 20 évvel az 2013-as karácsonyra a párom unokatestvérének vettünk egy szép gyertyatartót gyertyával, becsomagoltuk, szépen ráírtuk, boldog karácsonyt, Livi. Ugye milyen szép? 2014 karácsony másnapján a családi ebédnél megkaptam tőle ugyanazzal a csomagolással, boldog karácsonyt, Livi feliratta. Vágtam egy pofát, de nem szóltam. Úgy csináltam, mintha nem vettem volna észre, üdv be. Azért a szemtelen, nem? Ki se bontotta. Meg se nézte, nem is örült neki, és ugyanúgy visszaadta. Legalább ne annak, akitől kaptad. Na jó, de pont ezt mondom, ugye, hogy erre kell figyelni marhára, tehát föl egy kis cetlit rá, ilyen posztitet, hogy kitől kaptad, és mikor, és akkor már nem fog ugyanoda visszamenni. Én múlt karácsonyi ajándékomat, amit az egyik rokonomnak adtam, egy ismerős családi polcán láttam meg most ünnepek. Beszélj!
Hát én azért azt imádom, csinálsz egy gyertyából egy kis kerámia hóembert, adod valakinek, és egy harmadik ember polcán találod meg, nem? Fontos tudni, hogy keramikusnak tanulok, és az egyik első kéz tárgyamat adtam neki. Nagyon rosszul esett. Hát igen, mert az meg érzelmi töltet van, hogy első. Hát de akkor pont azért, mert első, most valószínűleg nem sikerült. Úgy értsük, meg, a, értsük meg a rokont is, hogy azért a rokon gyorsan továbbadott rajta. Egy első, egy kerámikusnak tanuló első mű azért az még nem egy. Hosszú még az út, de a végén. A végén lesz valamit, szívesen elfogadnék tőled. És milyen, amikor így ülsz az ebédnél, és így fölnézel a polcra, és ott van? Egyszer lesz, ott látod, kicsit oda mész, megnézed, kezedbe veszed, és rájössz, hogy ez már valakin keresztül jutott oda. Igen. A nagynéni áthívott beiglisütéskor, és azt mondta, készített csomagot nekem, megható volt. Uh-huh. Majd elővet egy zacskó használt ruhát, mondván, ez az, és munkás ruháknak jók lesznek. Na, korrekt. A felhasználás. Mi most, mit dobja ki? Azt, hogy készítettem neked csomagot, azért az erős. Na, jól van. Oké, hát köszönjük szépen az SMS-eket. Az is jó, hogy nekem kicsi doboz szép csomagolás benne cetli, erre futotta. Boldog karácsony. A doboz kapta? És erre futotta, igen. Az előbb mondta ezt a számomra nagyon szimpatikus könnyűjtési akciót az egyik benzinkút hálózatnál. Itt lehet, hogy pontatlanul fogalmaztam, itt azért rászorulóknak gyűjtik ezeket a könyveket, tehát nem cserélgetünk meg, nem vesszük el, hanem olyan fiataloknak gyűjtik, akik anyagilag nem engedték meg maguknak, hogy könyvet vásároljanak. És nem tudom, hogy tart-e még, de az év végéig tartott. Ez azért bánt, mert pont januárban 3 névnapot ünneplünk, és már én is rákeresem, hogy hol tudok bemenni 3 könyvre a benzinkútra. A jó szíved, érted, hogy a rászoruló fiatalok kell. Még 2 darab jeges tejárt tudnék mellé csomagolni gyorsan, és már gyorsan patintottam volna tovább. Kicsit fáj, hogy ez igen, most akkor nem, ez már nem megy ebben a formában. Mert... Nem, Kafka az még, nem, az még nehéz. Egy Erik Eszner, az jó. Az jó lesz, igen. Na jó van. Köszönjük szépen az SMS-eket. 8 óra után hívjuk az illetékeseket, Dugó, D, Matrica, E Matrica, Frodo, Megye Matrica, Zsákos Mindenkit Matrica. Mindenkit ez érdekel most, sajnos. Mindenkit ez érdekel, gyerekek. A fél országot már megbüntették, mert nem tudta megvenni. A másik fél ország még ül a gép előtt és próbálja megvenni. Az ország egy harmada el se indult inkább, mert azt mondta, hogy nem megyek sehova, inkább nem veszek matricát. Van, aki megvette a sima E-matricát SMS-ben, az most kérdezi, hogy kiváltja a megyei matrica. Szóval valakinek van kérdése, küldje el nekünk az SMS számunkra, 8 óra után szőnyegbombázással betámadjuk majd az illetékes urakat, és megkérdezünk mindent. Jó, egy csomó olyanra nyilván nem gondolunk, ami benneteket foglalkoztat, úgyhogy szeretnénk tisztába tenni ezt a dolgot, küldjétek el SMS-ben, ha van kérdés. Pedig a megoldást tudjuk már, egyébként ez a megye határok másik oldalán a váltóautó. Összedumálsz a rokonnal, aki ott lakik, és cseréltek a felén. Én nagyon jó. Megálltok Komárom Esztergom megye szélénél, jönnek Zsófikáik Skoda Oktáviába, átültök. Így van, kulcscsere, puszi, mi van veletek, gyerekek, meg vannak, jó van akkor. Kicsit macerás összehangolni. Na, szevasztok. És mentek. Este jövünk. És átültük az ő autójukba, és azt viszitek ennyi tovább, vagy ők visznek tovább benneteket. Nem, a megye határtól. Csak a kulcsokat adjátok át, és tétlen. Mentek át a megye határon, beültök az ő autójukba, azt mentek, ahova akartok. Ezt hogy jutott eszedbe? Ez egy valós szándék volt, nem? Hát jól érzem, hogy ez egy valós szándék volt. Érted, azzal is viszik el. És nem is kell, hogy rokon legyen. Egy honlapot létrehozunk, ahol a csereautó program lesz. És akkor megye határoknál. Megye határig, ott lesz egy kis parkoló, ki, leteszed a kocsit, ott hagyod a kulcsot, átveszed a másikat. Tök jó vagy. A világ egyik legélelmesebb nemzete vagyunk, nem, hogy már ezen ne tudjunk kifogni, ezen az új rendszeren. Miközben kiszállok az autóból, és kapok egy... Hát Istenem, álljon, most ne válogassunk. Egy-egyes Fiat Multiplát azért mondanám, hogy nem jó csere, tesok. Vagy legalábbis ne törd össze. Így van, megkarcolod meg úgy még a Smart. A világ legrondább autója a Fiat Multipla. Tudod, csak az. Milyen sokan elférnek benne, hatan. Az biztos. Jó, az egy vicces kocsi, ne a válsz. Fiat Multipla? Az első. Abban nem az a vicces. Abban az a vicces, hogy ez 6 emberen átment a tervezési szakaszon, a kivitelezésen, tervrajzokon, imádján. És arra mindenki igen mondott. Nagyon sokat eladtak benne, nagyon jó. Akkor azt szerintem már a Fiat mi szégyeltnek. Akkor még jó ötletnek tűnt. Biztos szilveszterkor tervezték. Vannak dolgok, amit minden autógyár megbán, azt szerintem már a Fiat is megbánta. Tehát az már biztos. A harmadik széria jön ki belőle. A Fiat Multiplából? Aha. Kicsit neked tetszik ez az autó. Hol lehet az első? Ezt a nyomd meg! Giuseppe, nyomd meg a gombot! Ez nem mehet át, nem mehet át! Atya Isten, ne, most ez kicsit fáj neked, ez kicsit tetszik. Nekem tetszik, nekem Jézus az első Isten tetszik, az volt a legcsúnyább, az annyira csúnya, hogy az már tehát szép. Minimális szép érzéket sincsen. De van, annyira ronda az a kocsi. Az egy izgalmas autó, az végre nem tucat, érted?
nem tucat autó. Tehát az, az, hogy van egy ilyen lehetetlen szögben megdöntött első szélvédő, és alatta egy polcon van két darab gömblámpa, isteni. Nagyon érdekes. Isteni. Tök az... jó. Ez az új otthon? Igen. Már megtört? Nem, ilyen. Gazdasági totálkát? Nem, ez így néz ki. Nem mondjátok, rátok tolatott egy ifa. Hát viccel, jó, jó. Na jó van, játszunk jó Óven bácsival és Beru nénivel már is. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a pároloktatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Halló, jó reggel! Sziasztok, fiúk! Boldog új évet nektek! Oh, neked is! Köszi! Boldog új évet! Magdi! Igen. Honnan hívtál minket, Magdi? Ibrányból. Ibrány. Mirekháza mellett. Uh-huh. És jól telt a karácsony, szilveszter, rendben lement? Hál' Istennek, igen. Zökkenőmentesen, úgyhogy... Jó van. Kaptál-e valami használhatatlan ajándékot, vagy amit te adtál két évvel ezelőtt? Visszajött-e valami? Nem, de az a furcsa, hogy nem. Tehát jó. Mindig olyan praktikus ajándékokat kap az ember, ami... tehát ami jó. Amit két éve ő vett. Igen. Jó is az visszakapni. Szilveszter hol volt? Hát itthon, a 6 hónapos pici lányunkkal ünnepeltünk, úgyhogy... Megvárhatta az éjfélt, vagy le kellett vegyülnie? Nem, kocintott is, úgyhogy. Kocintott is. Igaz, hogy tejával, de kocintott. Úgyhogy. Azt hittünk csecsel. Igen. Hogy hívják a kis púját? Alexandra. Biztos nagyon aranyos. Igen. Na jó van. Mutatjuk akkor, mit csinál Óven bácsi Beru néni. Jó, figyelj. Jó. Hát nézd meg! Na, ez náluk még mindig szilveszter van. Ők elkezdték december 31-én évfélkor, és azóta... Nem, csak rossz elindult el a csíket. Ja. Tart a dajdőzés. Vagy igen. Na, mutatjuk, mit érekelnek, figyelj! Na. Ajjajjajjaj. Hú, ez közel lehetne volt. Még egyszer? Hú, vigyázz, Edi, ha csak oda. Mutatjuk még egyszer. Na. Vigasztaljon a tudat, hogy a büdös életben nem fogsz rájönni. Hát az biztos. Adé, jól lehetne érzem. Lehetne hosszabb részletet. Segít az? Lehetne hosszabb részletet. Most mi, adja föl, vagy mire gondolsz? Szegény, nem a te hibád, de lehetetlen. Szerintem mutatunk egy hosszabb részletet. Figyelj, Magdi, hát ha beugrik, jó? Figyelj. Jó. Na, ebből talán. Uh-huh. Ha nem, dumálnék bele. Sajnos nem. Most így nem, sajnos. Semmi? Úgyhogy nem. Megmutassuk az eredetit? Hát, igen. Mutatjuk, jó? Figyelj, ez lett volna, hallgass meg. Úristen, a világ egyik legrosszabb hát, száma. Na, igen. Na, erre nem jöttem volna. Mindenki erre táncol. Gyűlölem. Ja, innentől kezdtem el is. Igen. Come on! A leglimonádébb, legalibibb szám, amit valaha hallottam. Igen. Ezt összes buliban vennem ez a dal. Igen. Összes táncos buliban. Hát sajnálom. Magdikám, ne keseredj, egy Cool and the Gang ez volt a igen, celebration. Igen. Fú, igen. Szörnyű. Igen. Jó, nagy cool. Hát sajnálom, de örültem, hogy az új évben is játszhattam veletek. Hát te jutottad az új évet, erre egész évben büszke lehetsz. Igen. Te voltál az első játékosunk. Aki nem találta ki. Aki nem találta ki szegényként. Igen. Jól van, Magdi, hát, akkor jó gyerekezés neked. Jó. Köszi. És neked is, Balázs, biztos aranyos a picún. Honnan tudod, még nem is láttad. Hát nem láttam. De egyébként cuki, abszolút, igen. Hál' Isten, egészen nyugodt gyermek, úgyhogy kipihentek vagyunk. Na, hál' Istennek. Magdi, köszi a játékot, ciao. Na, én is köszi, sziasztok. Szia. Hello. Na jó, nem volt könnyű, nem? Hát nem. Hát egy pár anélia. Úristen, de lehangoló ez a szám. Ez ugye? Én meghallgattam, és most az életkedem elment. Tehát, hogy ez a nagyon vidámnak, nagyon lazának szánjuk, nagyon jó fejek vagyunk, érezzétek magatokat nagyon jól, de valahogy pont az ellenkezője süt, ez a jó fejeskedő. Mutasd már meg még egyszer, hogy lenne ne, jó fejeskedő? Feri, nem. Vidám dal. Figyelj, te szereted a Fiat Multiplát, és tetszik a Cool and the Gang, te nem az a férfi vagy, aki itt hagytál minket. Aha.
decemberben. Nem érzed a bugit, hát benne van, ott van, mindenki táncol, megy a diszkógömb, jönnek a fények, iszol egy ízét. Igen, na én ennél a dalára ígyunk valamit, nem jön? Mindenki táncol. A lányok fel magasra, tehát inkább az éjszakai járat hazafele. Inkább magányosan az éjszakai járat, igen. Na gyerekek, matricázunk a hírek után. Jó? Próbálunk itt a nagy káoszban ösvényt vágni. Fogunk három macsetát, és lekaszabolunk mindenkit. Matricázunk, nem bélyegezünk. Tehát csak úgy mondom. Igen, matricázunk. Úgyhogy, ha valakinek nem volt tiszta, vagy megbüntették, vagy nem tudja, hogy hova kell menni, vagy megye határon van, vagy mit tudom én, mindenki. Milyen alternatívák vannak. Nyugodtan küldjetek kérdéseket. Jó? Most egy olyan ember fog majd itt a műsorban megjelenni, szerepelni, nyilatkozni, aki minden kérdésre tud válaszolni. Hát, kompetens. Vagy legalábbis ebben a témakörben. Legfeljebb azt mondja majd, az lesz a válasz, hogy nem tudom. Igen, de tényleg sok kérdés van, úgyhogy küldjetek nekünk SMS-ben. Jó? A Ferihegyi gyorsforgalmit kérdezik sokan. Én azt olvastam legalábbis, hogy egyelőre ott van, de majd felülvizsgálják, és lehet, hogy kiveszik. Jól mondom, aha. Ferenc? Én is így tudom. Sőt, lehet, hogy ezt már, tehát nyilván nem vették ki, mert nem volt, aki kivegye. Tehát a fiúk is szabadságon voltak, de én is úgy tudom, hogy azt az 500 méteres szakaszt, amin itt folyik a beszélgetés, azt kiveszik a rendszerből. Nem tudod, mi érdekel leginkább, hogy arról senki nem beszélt, hogy ezeket kicsekkolja. Mert hogy egy hónap volt a bejelentés után, és már életbe is lépett. Aha. Na de ezt ki kell építeni egy komplett kamerarendszert, vagy az már kiépült, vagy ezt kinézi? Mert az M1-7-esen van egy trafipax láda. De a kamerák azok egyébként hol vannak, hogy lettek kiépítve, hova vannak beszerelve, ki figyeli, ki nézi vissza, milyen szoftver, tehát erről senki nem beszél, csak itt mindenkire ráhozták a frászt, vegyél matricát, mert véged van. Hát szerintem a közútkezelős autók. Ki áll az a kis autó? Az, aki, igen, tudod, aminek van egy ilyen UFO a tetején, aha, vagy elől, és akkor az nézi az autópályát. És annyi autó, annyi fizetős része, annyi igen, helyre ki tud állni. Nem az a lényeg. Nyilván nem fogják nekünk elmondani, hogy nyugi, még mi se tudjuk, menjetek nyugodtan, mert egyelőre nem tudjuk figyelni, mert nincs rendszer, de hogy kész a rendszer? No, hát, van 600 kamera? Ha okosak, akkor én azt mondom, hogy akkor higgye mindenki azt, hogy kim vannak a kamerák, de ne legyenek kint, érted? Nem ez a lényeg, hogy te azt gondolt, hogy kim vannak a kamerák? De! És ez az olcsóbb. Engem az egészben az érdekel, hogy hol vannak a kamerák, és hogy ezek működnek-e tulajdonképpen. Egy vagy... raktárban is működnek. Egy raktárban július közepén. Igen, július közepén ezeket valaki valahova majd beszereli. Na mindegy. Úgyhogy matricázunk, írjátok kérdéseket. 2 perc van pontosan 8 óra, meghallgatjuk Ákos híreit, mi pedig jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim! Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofonnál az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ladies and gentlemen, ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 8 óra múlt, pontosan 8 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek. Január 5-én hétfőn kezdjük az új évet, és már is telefonálunk, ugyanis hát gyerekek, ami Lajosunk, akit nem sokára hívunk, annyira népszerű, hogy 8 óra 21-22-kor ő már egy másik műsorban ül, úgyhogy kb. 10-11 percünk lesz gyorsan, hogy feltegyük neki az összes olyan kérdést, ami a matricával, a megyével, Frodóval és a hallgatóinkkal kapcsolatos. Ha valakinek most van gyorsan kérdése, az még küldje el nekünk SMS-ben. Jó, hogy meg tudjuk kérdezni, ugye ígértük, hogy 8 óra után foglalkozunk egy picit a matrica rendszerrel. Már itt is van Kibédi Varga Lajos, a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató ZRT szóvivője. Hello Lajos, jó reggelt kívánunk! Hello, sziasztok, jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat, boldog új évet mindenkinek! Neked is, nem a legkönnyebb napod ez a mai, nem? Hallom, hogy itt nyilatkozol, kicsit ott nyilatkozol, TV, rádió, igen, szétszednek mindenhol. Nagyon sok kérdés merül fel az új szabályozással kapcsolatban, de tegyétek fel a kérdéseket, nagyon szívesen válaszolok. Na hát lehet, hogy nem is kell elmondod az 5 legnépszerűbb kérdést, amire mindenki választ akar, okay, és onnantól kezdve lehet, hogy rengeteg hallgatónk választ kap anélkül, hogy mi kérdeznénk. Mielőtt azonban belevágnánk, bocsánat, csak egy kérdés. A legfontosabb, kitalálta ki? A legfontosabb. Tudom, hogy ti ugye nyilván végrehajtók vagytok, és nem ti hozzátok a minisztériumban ezeket a törvényeket, de fontos azért azt tudnunk nekünk autósoknak, hogy maga a kiépített kamerarendszer az készen van? Vagy ezek csak mobil megfigyelő autók, amik áldogálnak? Abból viszont nincs nektek annyi, hogy mindent tudjatok figyelni, nem? Jól látjátok a kérdés részben. Tehát vannak fix ellenőrző kapuk, ezek már ki vannak építve az autópályákon, gyorsforgalmi utakon, értelemszerűen az eddig díjköteles szakaszokon már készen vannak.
és van nagyon sok mobil díjellenőr autónk. Feri egy picit rosszul tudta, tehát ezt nem a közút üzemelteti, hanem mi, mint Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató. Tehát ezekkel a kapukkal és ezekkel az autókkal gyakorlatilag teljes országos lefedettséget tudunk biztosítani, azaz nem érdemes trükközni, érdemes megvenni a jogosultságot. Na most, ami engem érdekel, és aztán rámegyünk majd konkrét kérdésekre, hogy ugye nagyon sokan próbáltak különböző internetes oldalakon, nálatok is mindenhol venni. Na most, ugye nem sikerült, mert vagy azt írta ki a rendszer, hogy nem működik, vagy túlterhelt, vagy jöjjön vissza később. De mondjuk tegyük föl, hogy valakinek el kellett indulni, nem tudta megvenni később. Az ugye van egy olyan szabály, hogy bemehet és megveheti, visszamenőleg, ugye? Csak plusz 1500 forintot kell fizetnie. Tehát miért azt fizet, aki meg akarta venni, de egyébként nem tudta megvenni? Mégis van egyfajta büntetés. Őket miért kell megbüntetni? Először is, tehát valóban extrém érdeklődés mutatkozott, és nagyon sokan próbálták az év első napjaiban megvenni a matricát. Január 1-én 40 ezer elmatrica fogyott, másodikán, harmadikán naponta 90 ezer, tegnap 72 ezer elmatricát adtunk el, tehát összesen 292 ezer matricából, 175 ezer megyei. Ebből azért látszik, hogy az értékesítési rendszer az működött, online is közel 20 ezer matricát adtunk el, tehát aki tudta és szerette volna, az meg tudta vásárolni a matricát útnak indulás előtt, és nagyon helyesen mondta ezt a díjrendelet módosítást. Ennek vannak átmeneti rendelkezései, átmeneti rendelkezések értelmében azok az autósok, akik januárban, tehát január 1 és 31-e között nem rendelkeznek úthasználati jogosultsággal, nem csak az újonnan díjkötelessé vált szakaszokon, hanem a teljes díjköteles úthálózat bármely elemén, mentesülhetnek a pótdíj fizetés alól, ha legkésőbb február végéig befáradnak az ügyfélszolgálati irodáink valamelyikére, 17 van ilyenből országszerte, itt Budapesten, ugye az M1-M7 közös kivezető szakaszán a Meki alatt, az Acsip út előtt, illetve az M3-12-ben a Szilas pihenőnél van egy ügyfélszolgálati irodánk, tehát ha ide befáradnak, egy 1470 forintos szolgáltatási díj megfizetése mellett utólag is meg tudják venni, vagy a megyei matricát, ugye itt azt a megyei matricát, vagy azokat a megyei matricákat kell megvenni, amivel kapcsolatban pótdíj fizetési felszólítást küldtünk ki nekik. Na jó, csak engem ez az 1400 forint érdekel, hogy miért kell neki 1400 forintos extra szolgáltatást fizetni, holott nem az ő hibájából nem tudta megvenni, azért nem tudta megvenni, mert nem állt a rendszer, nem? Mégis meg vannak büntetve az autósok, hogy vedd meg, plusz 1400 forint bünti pénzt fizess be. Igen, ez a díjrendeletben szerepel, mi, mint Nemzeti Útdíjfizetési Végrehajtó Szolgáltató, ezt a díjrendeletet kell, hogy betartjuk és betartassuk. Jó, mindegy, ez érdekel. Jó, nézzük konkrétan a kérdéseket. Éves matricám van, kell-e vennem havi matricát? Nagyon sokan kérdezik, szerintünk nem, szerinted? Már éves autópálya matricát, tehát a sima autópálya matricára gondolsz. Sima autópálya matricám van. Gondolom, havi vagy tíznapos is. Vagy igen. Havi tíznapos, kell-e vennem még plusz megyeit azokra az utakra, ami ugye nem autópálya. Jó, tehát egy a lényeg, ez az alapszabály, hogy a díjköteles úthálózaton egy érvényes jogosultsággal kell rendelkezni. A megyei matrica ilyen szempontból egy lehetőség, tehát nem kell megvenni a korábbi megszokott idő alapú matricák mellé a megyeit. Vagy ez van, vagy az van. Ugye az idő alapúnál nagyon oda kell figyelni az érvényesség időre. Például a 2014-es országos éves matricák még 2015. január 31-ig érvényesek. A december 31 előtt megváltott heti 10 napos matricák, illetve a havi matricák is érvényesek lehetnek még idén, ezt erre oda kell figyelni, és aztán a közlekedő az autós egyéni kalkulációja, hogy a például munkába járáshoz igénybe vett megyékre, Kecskemétről jár be valaki, akkor Bács-Kiskun megyére és Pest megyére megveszi a megyei matricát, vagy megy esetleg a díjmentes régi ötös úton. Itt talán annyit érdemes megfontolni, hogy az autópályák, autóutak azért egy kényelmesebb, gyorsabb, biztonságosabb bejutást tesznek lehetővé, hozzánk is érkeztek olyan észrevételek, tehát vannak olyanok, akik örülnek ennek az új szabályozásnak. Tehát, hogyha van nekem autópálya, amit mondjuk SMS-ben meg tudok venni, akkor az jó ezekre is. Tehát, hogy legyen egyérvényes, ez fontos. Ugye? Így van, egyérvényes matricának lennie kell. A legegyszerűbb, hogy nyilván, ha valaki ezt megteheti, és sokat jár, vesz egyszer egy éveset, és akkor vagy onnantól kezdve, vagy egy országosat, és akkor onnantól kezdve vagy megyei matricát azokra a megyékre, ahol ő munkába jár, vagy ahol ő a Balatonra jár le hétvégenként. Igen. Ferihegyi gyorsforgalmi út melyik része fizetős? Káosz van ezzel kapcsolatban, Évi kérdezi. Település határtól a gyömrői csomópontig, valóban ez magában foglalja a Liszt-Ferenc lehajtót is, tehát a repülőtér most jelen pillanatban a díjrendelet értelmében fizetős szakaszon keresztül közelíthető meg. Azok voltak a hírek, hogy ez megváltozik, ezzel kapcsolatban mi a helyzet? Mert ha ugye ki akarsz... Jogalkotói kompetencia
itt a minisztérium már jelezte, és kérte tőlünk is, hogy gyűjtsük az észrevételeket, tapasztalatokat értelemszerűen. Január végén első körben lesz egy felülvizsgálat, amikor például ezt a kérdéses négyes utat és díjkötelessé vált szakaszát is megtárgyalja majd a minisztérium. De most, ha mész ki a reptér, akkor kell. Akkor egy Pest kell. Megyei akkor kell. Vagy egy Pest megyei, vagy egy januárban, tehát egy most megvásárolt havi matrica, vagy lényeg, hogy egy érvényes matricád legyen. Tehát, hogyha ha nekem nincsen érvényes matricám, akkor nekem most egy megyei matricát kell vásárolnom azért, hogyha én Lőrincről ki akarok menni a Feri 1-2-re. Igen, így van. Kell repülőt akarsz vázni a gyerekkel, vagy veszel egy izét, egy 10 naposat. Az is jó. Az is jó. Igen. A legkisebbet, ugye, mert az egy heti volt, csak az 10 napos lett, ugye? Az egy hetes, az 10 napos, azt megveszel, és akkor ki tudsz menni Ferihegyre. Igen. Az kicsit azért cumi. A pár száz méterért, igen. Sétáld le. Hogy... Igen. Ja. Hát én. Megállsz, szerintem a Ferihegy az kicsit felháborító, az erős szerintem is, hogy az besorolták ide. A Megyeri hídat kérdezik nagyon sokan, hogy azt utólag kivették, ugye? Vagy végül is bele se került, tehát aki a Megyeri hídon megy, az most azt még ingyen használhatja. Így van, az M0-es Megyeri híd környéki szakasza az ingyenes, az egészen pontosan a budai oldalon a 11-es főúttól a pesti oldalon az első lehetséges lehajtóig, tehát a 2-es útig, ugye ez a táblázás szerint a 75-ös csomópont Újpest-Dunakeszi, ott kell elhagyni az M0-es autóutat, mert az ezt követő szakasza az már fizetős. A megyei matrica megvásárlásának van valamilyen különösebb adminisztrációja, tehát egy kell regisztrálni valahol, vagy ilyesmi? Nem, ugyanúgy vásárolod meg, mint a korábbi matricákat, ugye. Vagy mint bármelyik matricát. Valaki azt kérdezi, hogy tegnap vett megyei matricát, de másodikán véletlenül ráhajtott a pályára, akkor az jó, ha tegnap vette meg negyedikén, de másodikán volt, vagy akkor ő csengesse már az 1005-öt? Akkor, ugye, ha mi a másodika és negyedike közt ellenőriztük, akkor ő készhez fogja kapni a postán a pódi fizetési felszólítást, ezzel kell befáradni az ügyfélszolgálati irodánkba, és ott rendezzük az ügyét. Én bejöttem, mi vezető technikusunk Gyugyó, és mutogatott egy nagy Magyarország térképet, nem a Magyarország térképét, és ugye hogy nem csak 3 percen keresztül mutogatta egy nekem a térképet, és megörültem. Nem, soha. Gyugyó, ez azóta már kezelik. Kapott egy nagyobb adag lógyugtató. Mondtam Gyugyó, hogy értem a szándékaidat, de ez 70 éve elhúzott. Nem, valami veszprémi szakaszt mutogatott, és a veszprémi szakasznál van két megye határ, ahol az egyik belelóg, és ott azt mindenféleképpen kérdezem meg, de nem tudtam megérteni, ketten pedig már kimentek a beszélgetés alatt, mert ők se értették. Hogy lehet, hogy te ezt érted, Lajos, segíts nekem, akkor hogy mondjam, igen, nagyon jó, köszönjük ezt, mondta, hogy mindenképpen kérdezzem meg. Szerintem azokról van szó, akik a dél-balatoni települések valamelyikét szeretnék megközelíteni, például ott nyaralójuk van, vagy más miatt, nyaralás miatt többször is közlekednek oda az évbe. 4 darab megyei matrica megváltása, ugye Pest megye, Fejér megye, Veszprém megye és a Somogy megyei matrica megváltásával tudnak egész évben korlátlan számú alkalommal közlekedni ezen a szakaszon, vagy maradnak a korábbi időalapú matrica típusok valamelyikénél. Mert ott ugye Veszprém megye belóg egy picit. Ott van egy pici szakasz. Tehát, 140 igen. méteres szakasz, tehát azt a kell fizetni. Annál azért kicsit több, de rendelkezni kell a Veszprém megyei matricával is, ha valaki a megyei matricás megoldást választja. SMS-ben a megyei matrica megvásárlására nyílik lehetőséged? Ezt én nem tudom, tájékozatlan vagy. Igen, korábban jeleztük is, február 1-től legkésőbb meg lehet venni a megyei matricákat SMS-ben. És akkor beírom a rendszámot, és utána írom, hogy békés. Hát például Békés, ha édesanyádat viszed haza, és gyakran közlekedsz. Békés megyére nem tudod megvenni, mert te is tudod, hogy ott egyenlőre még igen, nincsen. Örülnék én, ha kéne oda vennem. Bács-Kiskun és Pest megye lesz, amit te meg fogsz venni. Az mitől függ, hogy egy-egy elkerülő ingyenes, mint például Miskolc, máshol egy-egy elkerülő pedig nem? Tudom, hogy ti végrehajtók vagytok, nyilván ez is jogalkotói kérdés, csak itt nagyon sokan kérdezik, a győri elkerülő, ugye az általában bekerült, míg a miskolci most kikerült, és akkor itt megy a sakkozás. Hogy ez, erről tudtok valamit, hogy ez mitől függ? Alapvetően az autópályák elkerülő, szóval a városokat elkerülő szakaszai azok díjkötelessé váltak. A miskolci kérdés az egy egyszerű térképhiba volt, tehát az M30-asnak a 23-as és 29-es kilométer szelvények közötti szakasza az helytelenül szerepelt a megyei térképen díjkötelesként. Senkit nem fog kárérni, aki kizárólag ezért vette meg a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei matricát, hiszen díjmentesen visszaváltjuk a matricáját az átmeneti rendelkezések ideje alatt, ha befárad például a miskolci ügyfélszolgálati irodánkra vagy bármelyik irodánkba.
Arról lesz valamilyen, nyilván ugye itt a polgármesterek azért elég erősen fellázadtak, hogy ti azt majd kutatjátok, vagy kutatja valaki egy hónap múlva, hogy mondjuk ezen szakaszok helyett mekkora forgalom ömlött a városra, Budapestre, hányan használják az elkerülő szakaszt, hányan próbálnak meg inkább spórolni és jönnek be a városba. Ezt majd méri valaki, vagy ezt majd figyelitek? Több közutas szervezet együttműködéséről van szó, mi a magunk részéről az értékesítési és a díjellenőrzési adatokkal tudunk hozzájárulni ehhez az értékeléshez. Motorkerékpár, azt is kérdezik sokan? Motorkerékpár az a D1 kategóriával megegyező a megyei matricát tekintve. A motorkerékpárokra egyébként már évek óta van egy kedvezményes heti matrica megvásárlási lehetőség. Itt talán annyit érdemes megegyezni, hogy a korábbi idő alapú matricák ára az nem változott már. Azt hiszem 3 éve változott az áruk. A D1 az a személyautóra van. Várj, nem fejezted be a mondatot, de idén fog. Egyelőre nem tudunk ilyen változásról. Igen, ha már kezdted mondani felé, akkor a D1 kategória az ketté vált, tehát a személyautók legfeljebb vezetővel együtt hétfő szállítására alkalmas személyautók maradtak a D1 kategóriába. A forgalmi szerint kis haszonjárművek azok D2 kategóriába kerültek, illetve a 7 személyesnél nagyobb, de még 3,5 tonnánál kisebb autók, így például a lakóautók vagy a 9 személyes kisbuszok is a D2 kategóriába kerültek. Uh-huh. És van még egy új kategória, ez az U kategória, mint utánfutó. A B2, tehát a buszoknak, illetve ennek az előbb említett D2 kategóriának kell még külön megváltani a utánfutóra is a jogosultságot az utánfutó rendszámára. A D1 kategória az külön U megváltása nélkül, tehát ha te a személyautóddal húzol egy utánfutót, akkor arra nem kell megváltani. Uh-huh. Jó, ez mondjuk jó hír, hogy az egy-egyes Suzuki-ra még nem kell. Aha, az jó, a kis multipládra, igen. De akkor ez egy olcsóbb, gondolom, ez az utánfutós. Az a basszus, de nagy. Basszus, az a kategória, basszus, nem vettük meg, igen. Nem, mert csak azért kérdezem, hogy mondjuk egy B2-essel húzok utánfutóként egy D1-es, akkor én ezzel tudok. És van egy K9-es, meg egy U8-as, igen. Figyelj, itt még kérdezik a Pentele hidat, ami ugye egy megye határ, és Bátkiskun megye és Fejér megye a másik oldalon, hogy akkor ott az illető, aki átmegy mondjuk Tassról Dunai városba, az vegye meg mind a kettőt értelemszerűen? Így van, aki gyakran közlekedik arra, például Bács-Kiskunból jár a Duna másik oldalára dolgozni, akkor neki érdemes mind a két megyei matricát megvásárolnia. Ugyanez a helyzet az M9-es Dunai hídon is. Még van kérdés, ha rá kell mennem az útra ahhoz, hogy megvegyem a matricát, tehát én most innen elindulok a stúdióból, de nem tudok venni csak mit én hol, de ráhajtok az útra és azonnal megveszem, akkor is kiklditek a kis büntit? Alapvetően a korábbi években is, és most is úgy szól a díjrendelet, hogy a díjköteles útszakaszra való felhajtás előtt kell megváltanod, tehát abban a pillanatban, ahogy te már autópályán, autóúton, bármilyen díjköteles úton vagy, akkor már rendelkezni érvényes. De nekem így nem jött bünti, mert én még aznap megvettem, mondjuk délelőtt mentem, de délután megvettem. Nem, akkor azt elfogadták, tehát hogy nem jött bünti, ha másnap veszed meg. Lehet, hogy éppen nem mentél el egy ellenőrző kapu alatt, vagy egy ellenőrző autónk mellett, de gyakorlatilag az ellenőrzés az óra-perc alapú, tehát ha egy kapu alatt, vagy egy autónk mellett elmész, mi azonnal látjuk, hogy nem érvényes matricáj. Azért valljuk őszintén, ilyen esetekben azért egy kis rugalmasság nem ártana, főleg azért, mert hogyha én ugye elindítok egy vásárlást még aznap, akkor az jelzi, hogy nem voltam rossz hiszemű, vagy pedig nem csalni akartam, vagy nem akartam megspórolni ezt a pénzt, hanem meg akartam. De nagyon, szerintem itt van, mert én nagyon sokszor veszem utólag, még aznap is sose jött. Viszont ha nem vettem Balázs, meg egyszer, azonnal jött. Tehát, hogy szerintem ezentúl érdemes lesz neked is előre megváltanod. Jó? Nem, én inkább letakarom a rendszámomat, és kapjátok be. Ez volt, figyelünk rá. Kapja be mindenki, aki kitalálta, letakarom a rendszámomat, aztán kapjatok el. Figyelj, csak még egy kérdés. Én most megveszem ma a Pest megyeit 5000-ért, és a jövő hónapban eladom a kocsimat. Ezt a szartferi biztos nem. De ezt úgy elviszik, mint a cukrot, mert ez most nem úgy, mint a tiéd. Vegyél rá éveset, azzal megveszik meg. Lajos, ne arra, ugye ez most itt mindenképpen... Tehát, ez partalami belőle. Hallod, ne itt hirdés már a kocsit. Jó, figyelj, nem ezt, ne. Akkor eladjuk a Balázs autóját. Tehát az sem. Most, ideig jutottuk, itt hirdett az autóját. Bármelyik őtök szeretne megválni az autójától, a jogosultságot természetesen át lehet írni az ügyfélszolgálati irodáink bármelyikén. Figyelj, mondj egy honlapot,
ott egy szegény autósok, akikre azért ez így tényleg így derültékből a villámcsapásként jött, és így próbálnak kapaszkodni, bemenni benzinkutasról, a kutas is néz nagyon okosan, és mondja, hogy hordok, azt tudok adni, de matricát nem, hogy hova menjenek, mit nézzenek, hol keressenek benneteket, ahol tényleg kapnak egy-két fontos információt. nemzetiudi.hu oldala, ahol minden térkép, minden megyei és az országos térkép is az összes tájékoztató anyag kérdések, válaszok formájában is megtalálható, illetve az ügyfélszolgálati irodánk bármelyik személyesen is tudunk felvilágosítást adni, telefonos ügyfélszolgálatunk is van, ez is elérhető. Ülj vissza a kocsiba, mert fúj a szél. A nullást kérdezik még nagyon sokan, aztán elengedünk, mert tudjuk, hogy menned kell egy tévéinterjúra, hogy az M1-es és az M5-ös között ingyenes? Az 1-es számú főút és az M5-ös autópálya, tehát a déli szektor az ingyenes, igen. Aha, díjmentes. Az díjmentesen. Illetve, ha már az M0-esnél tartunk, akkor a 4-es számú főút és az M3-as között, valamint arról már beszéltünk, hogy a Megyeri híd környékén a 11-es úttól a 2-es útig. Hát gyerekek, ember legyen, aki azért itt el tud igazodni, de mi megtettünk mindent, hogy aki ezekre a kérdésekre választ kapjunk. Táblák vannak? Kérdezi a Zsül, de ne törődj velem, mindig olyat kérdezünk. Mindig így a táblák, Zsül. Egyébként ez egy fontos kérdés, tehát alapvetően olyan irányba kéne formálni a szemléletünket, és ti ebben nagyon hasznos segítség tudtok lenni, hogy ráadásul, hogy én most ezt itt elmondhatom, hogy ahol az autós autópályát vagy autóút táblát lát, ott alapvetően arra kell gondolnia ezentúl, hogy díjköteles szakaszra lép. Kiegészítő táblákkal a közutasok folyamatosan szerelik fel ezeket a táblákat, de alapvetően autópálya, autóút tábla az díjköteles szakasz is jelent egyben. Az a baj, eddig a magyar ember úgy gondolkodott, hogy elkerülő szakaszra azért megy, hogy ne menjen be a városra, és ezért ingyenes az elkerülő szakasz, hogy ne menjen be a városba. És nem úgy, hogy elkerülő szakasz, fizessél az elkerülő szakaszon, és menjél vissza a városba. Tehát értem, hogy mi is próbálunk segíteni a pozitív gondolkodásba, de hogy érted, hogy mit mondok, nyilván persze ti végrehajtók vagytok. Jó, Lajos, nagyon szépen köszönjük, jó munkát, elengedünk, tudjuk, hogy neked már egy másik helyen kell lenned. Így köszönjük szépen, a Lajos tehet róla. Ha mondjuk, a Lajos nem tehet az egészről, mert találtam. Igen. Lajos, köszönjük szépen, jó munkát neked, köszönjük szépen. Kivédi Varga Lajosnak köszönjük szépen. A Nemzeti UD fizetési szolgáltató ZRT. Ugye, hogy megtanultad. Kommunikációs vezetője, így van. Igen. Okosabbak lettünk, gyerekek? Okosabbak. Nem hasznos, igen. Hasznos volt szerintem, igen. Hát nagyon tenni nem tudsz mit, tehát ki kell fizetni, amennyi akarsz, akkor legalább tud, hogy mi a szabályzás, hogy ne kapja a büntit. Aztán mehetsz be sorba állni az 1300, vagy mennyi? 1400? Igen. 37 forint, vagy? 1500 forintos bünti pénz van. Na, Gyulával minden rendben tud már önállóan lélegezni. Én megkérdeztem, amit meg akar, de 12 percig nyúzott itt engem különböző térképeket de tanulmányozva. A, de érted, belóg Veszprém megye, érted? Gyula. És ha én nekem megye matricában is egy általán nem ismert településre megyek, akkor mindig előveszem a térképet, és megnézem, hogy az melyik hogy megye, melyik és megye. Átlóg-e, igen. És így nagyítóval benézem majd, és akkor állunk ott a városba, vagy a kis faluba, és várom a megye táblát, hogy ott van-e? És a megye tábla mellett lesz majd egy eladóhely, hogy én már másik megyébe vagyok. És meg a hídon hídpénz. Vagy... kell néznem, vagy hagyatkozhatok a Wikipédiára is. Hát, ugye? Hogy ez hogy van? Hát, vagy ahol figyelő autó van, oda mész, ezt a figyelő autóba bekopogsz. Elnézést, hogy felébresztettem. De ez nem olyan kicsit, hogy átmész a hídon, akkor fizest ki, akkor az a hídpénz. Megye határ, állj meg itt fizetni kell. Nem olyan? Mint a lovaskocsival mentünk régen, csak átmentél a hídon és hídpénzt fizettél? Álljanak meg, kérem szépen. Na, az egy kacsa, az egy lúd, akkor két pengő. Igen. Na jól van, gyerekek, köszönjük szépen. Mindenkinek a kérdéseket igyekeztünk az összeset feltenni. Jó, hármas ugrásra lehet jelentkezni. Ha valaki szeretne velünk játszani, akkor tegye meg egészen nyugodtan. Az év első hármas ugrásán vehet részt. Ajándék csomagunk egyébként változatlan, nagyon jól felszereltek vagyunk. A Klassz FM-es Morning Show-s gömbök elfogytak. Meg hát már nincs is karácsony, viszont visszatért a sapka, sál, bögre, óra, meg minden más. Pontosan. Milyenek a kérdések, jó? Nagyon könnyűek. Könnyűek? Kifejezetten könnyű kérdéssort állítottam össze azért, hogy jól induljon az év. Na megnézzük. Ákostól meghallgatjuk a legfrissebb híreket, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. A Klassz FM-en. 3:49 lesz, pontosan 5 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk már élőben, ugye két ünnep között nem nagyon voltunk, illetve voltunk, csak nem élőben. Ugye az év legjobb pillanatait mutattuk meg újra, viszont most itt vagyunk, és próbáltuk az utakon közlekedőket egy kicsit kiszolgálni,
és hát itt az úti matrica, megye matrica rendszerben egy kicsit eligazodni. És az elképzeltem egy ilyen helyzetet, hogy valahol valamelyik határátkelő helyen bejön egy bolgár kamionos, és itt a Vác utáni szakasz, hogy kettően való leinti egy rendőr, nem? És akkor egymásnak gyűrköznek, és a rendőr elkezdi elmagyarázni, hogy mi történik, ha bemegy a fővárosba. Hol kell, hol nem kell. Azért az egy masszív másfél óra, nem? És áll a csávó, hogy vakarja a fejét, hogy akkor most hogyan tovább. Mit vegyek? Hogy akkor most mit vegyek, vagy mit ne vegyek, nem? Hogy azért ez egy kemény pillanat, amikor ezt egy rendőr megpróbálja elmagyarázni. Ott azért ott lehetnek kommunikációs problémák. Igen, hogy mit vegyünk, mit ne vegyünk. Na, nézzük az SMS-eket, van egy-két közlekedési hírünk. Vácon, Verőce irányából Pest felé kígyózó sor, nem az M2-est használják az autósok. Elkezdődött. Elkezdődött, igen. Igen, mert másik hallgató meg írja, hogy az M3-oson úgy lehet bejönni, mint a húzat. Igen. Nehogy azt meg nem vetted meg a matricát, akkor mész ugye a kettesen. Igen, itt a legfontosabb ilyen, hogy azt majd kutatják-e tényleg egy hónap múlva, két hónap múlva, hogy milyen változásokat okozott ez a közlekedésben. M7-es 142-es kilométerénél van egy trafink, ez is ebben a pillanatban jött. Egyébként viszonylag kevés trafi van az országban, úgyhogy lehet egészen nyugodtan menni, természetesen csak a megengedettel. Határút és az Üllői út találkozásánál sötétek, a rendőrök jelzőlámpák irányítják a forgalmat. Jaj, Jézus Isten. Jó, jobb esetben ez fordítva szokott lenni. Duli küldte nekünk, köszönjük szépen. Áll a forgalom a Nagykörösi úton, a felüljárónál dugó van, és a németvölgyi temető környéke áll, mint a szög, ezt Andris küldte nekünk, köszönjük szépen, valamint balesetezett a 99-es busz a határút felé, ezt Laci küldte nekünk, mi pedig játszunk már is valakivel hármasugrást. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Még nem futunk neki? Hát mi neki futhatunk, csak már neki futunk. Hello, jó reggelt, Anikó, hello. Sziasztok. Szia. Júj. Na, ekkora buli volt szilveszterkor életem. Mi történik arra felé? Várjál, most nem a telefonba beszélsz. Mi is csak feltűntél. Itt vagy? Na most itt vagyok, Peste. Hello, Anikó, honnan hívtál minket? Debrecentől 25 kilométer, Aradványpuszta. Aradványpuszta. Úgy eltűntél egy pillanatra, aztán azt hittük, hogy elvesztettünk. Mit csinálsz arra felé? Hát én igazából suliba járok, ügyvédelő titkár szakra, Debrecenbe. Aha, és nincs iskola? Hát most van, de most kit érdekel? De nem mentél be, vagy kijöttél, hogy te vagy a játékos, és vagy hogy tudsz játszani? Hát én tízre járok suliba. Na ne! Az menő, a többiek 8-ra. A többiek 7-re, én 10-re, igen. Ez nagyon, nagyon menő, ja, de hogy? Te nagyon jó vagy matekból és fizikából, és nem jársz be, vagy miért? Hát igazából én fel vagyok menő matekból, mert fel vagyok menő, szóval nem vagyok annyira jó, de jobban hogy láttak, hogy annyira tehetségtelen vagy, hogy felmentettek? Igen. Az én időben ilyen még nem volt, ez nagyon tetszik. Diszkalkúlia a betegség neve. Diszkalkúlia. De az nekem is van. Nekem több tantárból is volt. Azt tudom. Kétszer-hármat se tudok összeszorozni. Igen. És mi leszel, Anikó? Mit mondtál? Én titkárnő leszek. Hát de ott kell azért ilyen papírmunkát csinálni, nem? Igen, de én millió számkörben nem tudok számolni. Az alatt megy. Hol nem tudsz? Milliós számkörbe, ezt mondtad? Igen, millió számkörben. Tehát kis vállalkozásnál lehetsz csak titkárnő, érted? Igen, igen. Ha nagyon kibörög, akkor neked véged. De ez, segíts nekünk, ezt nem értjük, nyilván nem nevetni akarunk ezen, de hogy az ember összekeveri a számokat, vagy hogy tulajdonképpen nem ismeri meg a számokat? Tehát olyan, mint a diszgráfia, vagy a diszlexia, tehát valami ehhez hasonló? Hát igazából diszgráfiás is vagyok egy kicsit, szóval nekem minden kijött az életből. hát összekeverem a számokat igazából, mert sokat számolok még a kezemen is. Tehát nem tudom kiolvasni a számokat. Tehát ott van, hogy 3.832.002, akkor azt nem tudom felolvasni. Aha, tehát ez egy számolás zavar tulajdonképpen, így lehet ezt értelmezni. Pontosan. És ha össze kell adnod számokat, akkor se megy, tehát azt mondja, hogy 100, meg 50, meg 70, és akkor neked azt gondolom problémát okoz, vagy nem megy könnyen? Nem, hát az megy, mert csak több idő, mint a kortársaimnak, vagy a normális embereknek, de egyébként az megy. 3-4 nap, inkább, vagy mennyi? Hát inkább 1-2 hét szokott lenni, ott ott nyíl a kezdőn. Akkor azért jó is, hogy titkárnő akarsz, és nem könyvelő. Igen, könyvelőnek az egy picit nehéz. Csak azért is. Igen.
De tényleg, és akkor áttitkárnőként hogy? Hogy tudsz majd ezzel így boldogulni, hogy érvényesülni szegényként? Hát nem biztos, hogy könnyű így. Azt mondjuk kell, ha az ember titkárnő lesz majd. Az fontos. Hozom a kávét. Csak elment a válasz. Vagy nem tudom, elment a térerő. Jól van. Milyen volt a karácsony, szilveszter? Merre voltál, Anikom? Hát, szilveszter, akkor rendeztem egy házi bulit, azt hiszem, de nem vagyok benne biztos. Aha. De miért amnéziás is vagy? Ez egyre szürelésebb lenni ez a beszélgetés, létszi, ne csinálni. Így is annyi bajom van, január 5, depresszió, beigli. Sok ajándékot kaptam, szám szerint nem tudom. Mi az, hogy rendeztél egy házi bulit, de nem biztos? Tehát ez az a baj, hogy itt vannak mellettem anyukámék, és annyira nem akarok semmit mondani. Nem, amúgy jó volt, házi bulit rendeztünk, kiszagadtunk, jó volt. És anyukádikat addig hova raktad? Kiraktad őket a lakásból? Vagy hogy nem tudnak erről? Vagy hogy bezártad nem tudtad meg erről? Bezártad őket a koricagóréba? Begyináztad őket, és elvitted őket valahol? Vagy mi történt a szüleiddel? Nem. Azok itthon, ők itthon voltak, egy másik házat béreltünk ki. Imádlak, ezek itthon voltak. Jó van, hogy megértek. Jó van. Anikó, figyelj ide, szoktak menni a válaszok Jani kérdéseire? Szoktál minket hallgatni hármasugrásnál? Hát egyszer már ment, aha. Egyszer már ment. Ez azt jelenti, hogy egyszer már játszottunk és ment, vagy egyszer már a több ezerből kitalálta? Igen, Debrecenben játszottunk egyszer élőbe. Na, tényleg? Ott a kitelepülésünkön? Igen, igen. Uh-huh. És mit? Hármasugrás. Na. És az ment, és elvitted az ajándékcsomagot. Igen, igen, igen. Jó. De jó vagy. Na, megnézzük akkor. Na. Mikor volt? Tavaly? Tavaly előtt sokat vagyunk Debrecenben. Nem, tavaly volt. Én mentem be az üvegkaliktába, a fehér keletes szemüveges, rövidhajú szőkelányra emlékeztek. Hát, hogyne. Tudnánk egy bődületeset hazudni, hogy ja, te persze, de nem vagyunk ennyire aljasak, mert beismerjük, hogy azért ez így arconként, városonként azért így nekünk annyira nincs meg. De majd, ha jössz legközelebb, és újra fehér keletes szemüveg lesz rajtad, akkor már egészen biztos, hogy megismerünk. Mehetünk? Persze. Na figyelj, Anikó, így szól az első kérdés. Mit adunk? Dedikált ajándékért. Dedikált ajándékért. Így szól a kérdés. Milyen jármű a fregatt? Milyen jármű a? Fregatt. Hajó. Hajó, így van, ügyi vagy. Na, így van. Ha ki akarod nyírni a következő kérdésre, kérdezd meg a 15x34-et. Hogy tetszik neki? Mehetünk tovább? Persze. Így szól a második kérdés. Hányszoros Forma 1-es világbajnok Lewis Hamilton? Ne kapkodj! Lewis Hamilton. Kedveled a Forma 1-et? Nézed? Persze, szeretem a Forma 1-es. Schumacher volt a kedvencem, mielőtt komába esett. Egyébként hányszoros világbajnok? Írom. Valaki üti közben a számítógépet? Papa, mama? Igen, apa közben itt a számítógépet, és azért próbálom húzni az időt, én és azért próbálom nagyon jól éreztem ezt az időhúzást, hidd el, hogy én ezt azonnal kiszúrtam. Hányszoros világbajnok? A püssed már, a püssed már, éreztem én. Apa, nyomjad, apa, betárcsázós. De még ilyen bedugós internet, vagy tárcsázós, mert papa nem gyors. Ja, még be kell csukni a felnőtt oldalakat papának. Mielőtt kinyitja a Google-t. Hogy lehet nagyobb? Nem, badmacskát. Nem. Extra XXL-es. Már anya is nézi, már mindenki oda ment a géphez. Már anya is nézi, már mit, a monitor? Igen, igazán nem látják, de próbálják. Papa nem egy expert azért így az internetben, nem? Tehát nem egy kezdő felhasználó a papa, ennyi idő alatt tényleg? Tehát igen, anya is csukja be a saját oldalait, Szabás, arrás, fek a fertő. Oh. Na, hol tart? Mi van? Akkor közvetíts nekünk. Számolok, csak nem tudok közben. Nem értem ezt a számot. Az elmondottak alapján azt inkább ne erőltesd. Mit csinál a papa? Mi van a monitorán? Most egyik híres kereső oldalt. BigTits.com. Egy Lamborghini Kunta van rajta, állandóra. Papa nem annyira gyors, de közvetíts nekünk, akkor legalább tudjuk, hogy mi történik. Hol a papa? Na igazából anyukám befogja az egyik fülét, a másik kezével telefonál, apa pedig nézi a telefonját, a laptopon, mama közben olvasod a újságot. Azért egy kemény család vagyunk, és a mama közben... Kétszeres! És jó! Éj, de szeretünk, így van. Akartam mondani, hogy most próbáljátok meg úgy élni, hogy levis. Dupla véve, igen, levis. A Louisra egy picit mást ad ki. Figyelj, és a nagyi közben teljesen háborítatlanul olvassa a napilapot egy karosszékben? Kis pokróccal az ölében? Igen, közben ő cigizik, meg nézik. Harmadik új a francba elrontotta. Mit csinál a nagyi? Mama nem az a tipikus szeretek főzni, inkább cigizik, meg kávézik. Nem rossz. Mama, és most mit csinál? Üldögél egy karosszékben? Aha, üldögél,
megjön egy kereszébe, közben így hintázik, meg mutogat, el van, mamom. Mi a hanyat tesik? Akkor föl kell visszaül. Igen. Jó, nagyon helyes család vagytok. Mi dolgot tanultam mamától, amúgy káromkodni, meg káromkodni. Hát, de jó. Hát milyen fontosak a nagyszülők, látod? Ezt én is mindig mondom a Beninek. Nagyon kellenek a nagyszülők. Jól van. Mit csináljunk, Anikó? Most szerintem ne álljunk meg, mert nagyon szórakoztató a családot, hát menjünk tovább. Milyen lesz a harmadik kérdés? Nektek nehéz. Úgy csináljátok, hogy 7 nap múlva lesz a születésnapom. Isteni. Ja, úgy csináljuk. Úgy okosan. Okosan csináljuk. Figyelj, ilyen zenei kérdés. Pop jellegű, pop-rock rovat. Magyar? Zenebutik, zene híd. Jó, hát már minden ne akarják tudni. Magyar, így van. Na jó, nyomjuk. Egyszerűen. Nagyi hallgat pop zenét? Mama születed a popot? Azt mondta, hogy hagyjuk békén. Hagyjál békén, nem egyszerűen üdös körök takarod ki a szobámból. Valami ilyesmi volt, de mutatja a középső ujjat. Nagyon jók vagytok. És mit csak ültök ér, vagy olvas, vagy csak egyszerűen csak a középső ujját mutogatja, vagy mit csinál? Most közben összehúzza a két szemöldökét, és most mosolyog, most mutogat, most meg intet egyet. Mi a neve, hogy hívják Nagyit? Kati néni. Hall minket, Kati néni? Csókolom, Kati néni. Hall. Bizeget. Utáltalak már a Balázsóba is, te gyöké. Azt mondta, Mónikát jobban szerettem. Hát figyelj, én mindenkire ráérzek. Éreztem, hogy mama nem szimpatizál velem, és a munkásságommal. Na jó. Menjünk tovább, így szól a harmadik kérdés. Melyik hazai pop előadós lágere a Running? Nem Viktor. Király Viktor. Nem. Nagyon jó. Sándor András. És jók vagytok. Jó lesz. Jó. Papa, mama, Nagyi, te honnan jött? Apa. Köszi, apa. Apa tudta. Pedig azt hittük, hogy anyukád inkább. Igen. Na jó van. Anika, ügyesek vagytok, megvan az ajándékcsomag. Nagyon. Ó. Köszönjük szépen! A sulin kívül mit csináltok ma? Még mesélj még valamit a család életéből. Hát annyira szórakoztatóak vagytok, hogy te elmész, papa, mama, anyuka, Nagyi otthon marad? Egyedül, nagy baj. Vagy ők semmit, én elmegyek suliba, ők várják, hogy hazaérjek. Közben telefonálgatnak, párszor, mert hiányzok nekik. De sose veszed fel. Igen. Meg kinyomod őket, mert már nagyon zavaró. Hogy SMS, hogy majd visszahívlak. Aha. Na jó. Írok anyának egy SMS, hogy szia, mi van, és úgy is tudom, hogy nem tud visszaírni. Semmi is veled. De jó. Akkor csá. Egy hónapja kikapcsoltattad a kimenőjét, hogy ne zavarja. Anikó, egy dolgot ígér meg, ha megyünk Debrecenbe az idén, akkor eljössz a kitelepülésre beszélgetni egyet. Tényleg, gyere, gyere már oda. Ennyiben. Oké, megígérem, ott leszek, Ferikém. Keresni fogunk, jó? Anikó, aki január 5-én itt volt, játszott velünk, egy külön jelenség. És vagy... január 12-én született. Na, és mit kapsz szülinapra? Mit kértél a családtól? Hát szerintem egy szívinfarktus kapok, de nem tudom még. Nem tudod. Okos órát kértem egyébként, de kérni sok mindent lehet, azt mondta most mama. Valaki. Okos órát, jól van. Anikó, köszi a játékot, vigyázz magadra, jó? Én köszönöm, sziasztok! Szia! Ciao, hello. Csokolom. Kati mama. Kati volt? Aha, Kati néni. Kati néni, úgyse kedvel. Mónikát jobban kedvel, de igen. Hát ő nagyon jó arc volt. Imádtam. Teljesen rendben volt. Igen. Teljesen. Igen. Na jól van, jövünk majd a hírek után. És arról beszélgetünk, hogy Magyarországról csempészett csau-csau kutyákkal verték át a nézőket egy olasz cirkuszban. Megpróbálunk szerezni egy csau-csau tenyésztőt, hogy mondja már el nekünk, hogy csinálnak egy csau-csauból pandát. Ugyanis rászoktak a hamisításra, 100-200 euróért megveszik ezeket a kutyákat, és vagy eladják őket több ezer euróért pandaként, vagy pedig cirkuszokban léptetnek fel magyar csau-csaukat úgy, hogy minden gyerek elhiszi, hogy panda macik vannak a cirkuszban. Befestik őket. Hogy mutatok fényképeket, nem hiszitek hogy el. Hogy veszik rá a kutyákat. Érted? Leszedálják őket. Wow, brum, te barom. Hát ez az. Igen. Hogy ezt mégis hogy csinálják? Elképesztő a dolog egyébként. Nem hús, bambusz. Na, egyed. Szóval tényleg egy medve. Tudom, hogy utálod. De... Valamiből a gazdinak is élnie kell.
De gyerekek, az, hogy mind a kettő szőrös, ez elég tényleg ahhoz, hogy megtévesztenek embereket ezzel? A fejformája ezzel? Lehet az, mert az nagyon hasonló. Ahogy én emlékszem egy ilyen csau-csaura, az olyan, hogy kicsit becsapták előtte ugye az ajtót, és így föl van tupírozva a haja az egész jószágnak. Ugye ilyen nagy kerek feje az. Van. Szerintem ott. Meg a, hogy ül? A pandának ugyanis van egy jellegzetes ülés. Igen. Ülsz a fenek. Hogy ülteted le a csaucsot? Én láttam ezeket a műpandákat befestve. Figyelj, nem mondod meg. A fotó alapján azt hiszed, hogy pandák. Elképesztő. Tehát fekete-fehér, fekete rendes mintára befújják, szemgödör, fekete színű, és ott ülnek szerencsétlenek, megmutatom a fotókat, figyelj, döbbenet. És a gyerek bemegy a cirkuszba, befizetsz gondolom egy horror összeget, és azt mondta, hogy jöjjenek, mert az olasz nagy cirkusz pandákat mutogat. Én ezért mondtam, hogy összecirkusz gyerekek be kéne szántani. Tudjátok, mi a véleményem a cirkuszról. Na jó, van, erről beszélgetünk majd a hírek után, 4 percen pontosan 9 óra, Ákos elmondja a legfrissebb híreket, mi pedig jövünk a hírek után. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt, pontosan 9 perccel jó reggelt kívánunk minden morning show hallgatónak. Hello Jani, hello Feri, hello drága. Hallgatók, itt vagyunk, egy-két friss közlekedés hírám, amíg azt látjuk, hogy nyugi van az utakon, bár rengetegen óvodában, iskolában vannak már, mégis valahogy azt érezzük, érzékeljük, hogy kevesebben vannak az utakon, nyugi van, nincs dugó, mindenhol lehet haladni, nincs trafipax, úgyhogy gyerekek. Ez olyan, mintha év vége lenne, nem év eleje, nem? Csönd, nyugi, ezt szeretjük. De tényleg, egyébként kevés SMS, kevés közlekedés ér, mintha most kezdenénk abba hagyni az évet. Hát ha ennek az a következménye, hogy elmegyünk meg másfél szabadságra, akkor én vállalom. Legyen. Akkor legyen újra december, igen. A 47-es úton Hódmezővásárhely előtt a négysávosról mérik a gyorshajtókat, ezt Pityu küldte nekünk, köszönjük szépen. Aztán azt nézem, hogy az M7-es autópályán mérik a Nagykanizsa felé haladókat a 145-ös kilométernél. Buszos Jani üzente, Jani, köszönjük szépen. M6-os 42-es kilométerénél van egy trafi, valamint Vácon, Verőce irányából Pest felé kígyózó sor, nem az M2-t használják az autósok. Erről ugye már beszéltünk a hírek előtt, köszönjük szépen. Trafi az M3-ason, méghozzá 185-ös kilométerkőnél, ezt Bazsi küldte nekünk, és a budai alsórakpart önmagához képest egész jó, ez is SMS-be jött. Ha pedig ott is nagy dugó szokott lenni. Mikor adják át ott a Margit híd alatti részt, ezt nem tudjátok? Olyan káosz van, hogy nem lehet a Margit híden lemenni a rakpartra, megőrülök. Nagyon sokat járok arra. Totál káosz. És ha föl akarsz kanyarodni a hídra, akkor is ilyen terelő utakon tudsz átmenni. Ez kanyar, végtelejjel, háromszög, rombusz, minden van, mire fölérsz a hídra. Igen. Arra a szakaszra miért nem indítanak egy kompjáratot? De tényleg, az milyen klassz lenne? Nem? Hogy át a Dunán, a másik oldalra? Igen, a Margit-híd alsó szakaszát így ezzel kikerülve. Nem? Tök praktikus lenne. De úgy kell, hogy le kell ugratni a felső rakpartról a kompra, mert lehajtó nincs. Gyerekek. Na, csau-csau, magyarországi hamisítás. Hát ez számomra döbbenet. Én tudtam, hogy a kínaiak is imádnak hamisítani, de hogy már az olasz cirkuszban dolgozók is ezt csinálják, ez egész egyszerűen elképesztő. Csau-csau kutyákat visznek ki, vagy csempésznek ki Magyarországról, és adnak el horror pénzért pandaként, vagy pandának. Jaj, hogy ez tőlünk ment a kutya? Igen. Ezek Magyarországról szerzett csau-csau kutyák voltak, és ezeket kivitték, valójában ezeket pandaként adták már el, vagy a cirkusz pandaként használta őket, de hogy ezek szimpla, egyszerű magyar csau-csau kutyák voltak. Magyar csau-csau, igen. Magyar csau-csau, hát ha lehet ilyet mondani, így van. Az biztos, hogy a tenyésztő nem tudott arról, hogy hova kerülnek ezek az állatok, illetve hogy milyen céllal vásárolják őket, mert gyakorlatilag neki ez nem is feladata szerintem. Bár, hozzáteszem, általában a jó tenyésztőnek az egyik ismérve az, hogy nyomon követi az állatkáknak a sorsát, akiket elad. Na de hogy van? Hamis, lehet, én nem értem. Ez a tenyésztő is megnézte később őket a cirkuszban. De várjál, nézzük meg, hogy megy egy ilyen. Én megveszek egy csau-csau. Mondjuk megveszek, mondjuk 50 ezer forintért. Aha. Veszek 5-öt. Hát már úgy mész oda. Egyet semmiből nem veszek.
Ötöt veszek. Úgy mész oda, hogy szeretnél csau-csaut. Úgy mész oda már, hogy benne van-e a panda. Mibe? A csau-csauba. Az még nincs benne. De hogy úgy nézed meg, hogy de ebből lehet-e pandát csinálni? Ha minden csau-csauból lehet. Minden csau-csauból lehet. Láttad a képeket? Figyelj, elképesztő, mindjárt mutató képeket. Most te azokat átviszed a határon csau-csauként. Aha. Eladod olasz cirkuszosoknak már pandaként. Nyilván nem tudod a cirkuszost, mert a cirkuszos nem hülye. Tehát te csau-csaut adsz el, ő megfesti a kutyát, vagy lefesti a kutyát pandaként, és utána az országban, vagy a világban... De nem, utána hamis papírokkal nem. Már pandaként utaztatja a kutyát? Szerintem nem. Megvásárolják a kutyát, igen? És kint a cirkuszosok festik le. De a kérdés nem ez, hogy utána a cirkusz hogy viszi tovább? A cirkusz mondjuk Milánóból elmegy át Spanyolországba, és fölép mondjuk Barcelonába. Minden fejlőbös már... után visszafestik? Csau-csaura? Vagy ő ott már pandaként viszi tovább, és a repülőn, a buszon, a határon pandaként viszi át. Mert azt nem is viheti. Hát persze, hogy azt nem viheti, ha nincs róla papírja, vagy hamis papírja van. Csau-csau fellépő ruhában. Nos, de a mosás van minden egyes izé előtt, és csak úgy tudnak utazni, hogyha nem esik az eső. Láttál már bohóc ruhába utazni két fellépés között? Nem. Na. Ritkán. Tehát ezeket a kutyákat Olaszországban a cirkuszi előadás után visszafestik, de valószínűleg nem festik vissza. A szomorúbb helyzet valószínű az, hogy ezeket a kutyákat egy-két évig használják, amíg ezek a szerencsétlenek ellen pusztulnak, és utána veszik a következő adagot. Tehát valószínűleg nem viszik ki az országból, országon belül pedig tudják őket utaztatni. Na most nézd meg a képeket. Hát megdöbbentőek. Én hazavinném. Már így panda. Első ránézésre sokkal aktívabbak, mint bármilyen panda, amit eddig láttam. Egyébként. Szóval, hogy ez döbbenet. A pandának egyébként van farka? Már hátul a kicsi. Van. Kicsi. Van, egy kicsi van. Egy kis csutak. És akkor ezeknek a csau-csauknak ezeknek eleve levágják? Vagy, vagy ezeknek rövid? Hosszú. Hát a csau-csaunak az... hosszú és ilyen visszafelé kunkorogó. Aha. Hát egészen pici korban lehet, hogy nem ezeknek van. Atya úristen. Ja. Nem volt azon a képen. Ugye, hogy ott van. Ott van rajta. Rajta van a farka. Tehát van. A kutyának van farka. Igen, van. Vagy pedig hátrafelé mutat az egyik lábával. De az farok. Az egy marha nagy farok. Hát itt van a csau-csau legnagyobb ismérve még, arról ne feledkezünk el, hogy neki kék a nyelve. Bizony. Hát. A pandának meg nem kék. De fázik? Vagy nem, kék. Kék a csau-csaunak a nyelve? Kék. Hát ilyen lilás. Lilás kékes. Azt vagy ráesett valami. Ugye? Igen, vagy valami belenyalt, és akkor ezt mondják. És ha te ezt elviszed egy gyereknek, mondjuk Kínában is festik ezeket a csau-csaukat, és a gyerek megkapja, akkor a gyereknek elmondják, hogy ez egy kamu panda, vagy a gyerek abban a hitben él, hogy kapott a szüleitől egy pandát, és nyomja bele az eukaliptuszt, hogy mit teszik eukaliptusz, nem? Bambuszt. Vagy bambuszik az eukaliptuszt a kolbászba. Ez mindent teszik, ez mindenevő. És azt látja, hogy apa, mondjad kis Xián, olyan fura ez a kis panda, mert ráment a csontra, meg a maradékra, közben a kutya elkezd mást enni. Mondtam csontnak, hogy ne játszom vele. Tehát, hogy az egész teljesen nagy téboly. Teljesen szürreális. De nagyon hasonlít. Azt nagyon, el kell mondjam, egy az egybe. Én fizetnék ezért színházi belépőt, vagy milyen cirkuszi belépőt, hogy megnézzem. Vagy ezzel most támogatom az álpandákat? Én inkább azokat, aki... De te nem tudod előre, hogy az álpanda el. Hát ki van írva, most mész érted Olaszországban, ott a nagy cirkusz, fővárosi nagy cirkusz, a római nagy cirkusz, és ki van írva, hogy exkluzív panda előadás. És mi az, hogy panda kutya? Panda kutya előadás. És ezzel az állatvédők nem csinálnak semmit. De szerintem igen. De mit nem nagyon tudnak. Hát ezeket a kutyákat felléptetik. És mit csinál a kutya? Mert a panda az ugye ül egy helyben. Ezek négy kézláb mászkálnak a porondon. Hát rohangálnak össze-vissza, visszahozzák az aportfát. Csak vagy... olyan dolgot csinálnak, amit egyébként egy panda nem. De egy kutya igen. Vagy leültetik őket, és a gyerekek pedig ott mit dobálják őket cukorral? Vagy mi történik? Nem lehet az, hogy ezt tulajdonképpen ők úgy hirdetik meg, hogy ezek kutyák, tehát itt nincs semmi, hiszen nem pandának mondják őket, hanem hogy kutyák, csak panda színűek. Figyelj, alapvetően például emlékeim szerint a csau-csau az egy erősen vörös színű, így van. Kutya, tehát hogy ha ezeket fehérre vagy feketére festik, a fekete az még hozható, de például ez a fehér szín, ez teljesen agyrém. A csau-csau idegen a fehér? Hát, enyhén szólva is. De mi, ha piros lenne, akkor... Tehát, hogy hát, a vörösből fehéret, ilyen szintű fehéret csinálni, azért az nem egy egyszerű dolog. Szóval szerintem ott azért az már majdnem az állatkínzás kategória lehet. De ezt csinálják Kínában is? Nem, hogy csinálják Kínában, hanem ez állítólag óriási nagy divat, és nem csak pandát csinálnak, és nem csak csau-csauból, hanem általában a kutyákat festik, mert hogy állítólag az most ott nagyon nagy divat, például teknős békának is. Jézusom, ezek nem normálisak. Nem, tehát van egy kutyá... felül mosó teknő? Nem, vagy... fogalmam sincs, nem tudom. Tehát az a lényeg, hogy kifestik teknős békának, és azért csinálják ezt a gazdák, mert hogy feltűnést keltenek vele az utcán. És végigvonulnak, és akkor mindenki az ő kutyájukat bámulja. Ez beteg. Na, ez beteg. De most nekem van egy lova.
és én valahol vagyok egy tanyán, és azt mondom, hogy csak nálam. Kígyó. Lehet, de mondom, hogy zebragolni, és én befestem azt a lovat zebrának, akkor eljönnek hozzám, és azt hiszik, hogy ki veszi észre a különbséget. Csak hát, van egy lovad. Pegazust, vagy unikornist, egy felmosóról. Hát, állatot, akkor lehet hamisítani. Hát gondolj bele, van egy lovad, azt átfestett zebrára, a büdös életben senki meg nem mondja, hogy ez egy ló. Nem? És este lemosod, reggel meg nem, úgy hagyod. Nem úgy hagyod. Hát csinálsz a lóból egyszerűen zebrát. Hát menj, vesz fehér festéket, fekete festéket, és megcsinálod zebraként. Nem? De ezt meg lehet ugyanúgy csinálni. Hát lehet állatot hamisítani. Azt nem tudom, hogy ez vajon ilyen, mint a tempera, olyan festékkel kenik be, van, mint a női hajfesték, tehát hogy ezt rendesen kihidrogénezik a kutya szőrét, vagy mi a igen, ez az, mert hogyha csak mit tudom én, egyszerűen vízbázisú festékről van szó, ami lemosható, akkor azt mondod, hogy jó, hát az még úgy elmegy kategória, de hogyha valamilyen durvább festéket használnak, már pedig ezek a fehér kutyusok, ezek a fehér csau-csauk, amik ugye pandával lettek maszkírozva, ezek nagyon durván fehérek. És ha szprével fested, akkor hogy fested a fekete... De most az, hogy fehér, nekem az, hogyha piros lenne, vagy rózsaszín is, tök mindegy szerintem. A lényeg, hogy ezeket az állatok lefogják, lefestik. Most az, hogy milyen színre, az már szerintem mindegy. Hát ez ugyanúgy fáj az állatnak, hogy fogják egy órán keresztül, és rózsaszínre festik, fehérre festik, narancssárgára festik, fehérítik. Persze, hát az nem kérdés. Szökítik, ragasztják, hát ez szörnyű. Hát vagy a hülye megveszi pandának, és kiviszi sétáltatni egy esőben, és lemosta róla a festéket, képzeled el, és kiderül, hogy a pandád nem is panda, hanem csak egy csau. Na most, aki olyan hülye, hogy tudja, hogy a világon mindenütt ugye a panda az a kínai állam tulajdona, és csak ők kölcsön adják mondjuk ide a bécsi állatkertbe is, csak úgy lehet ott a panda, akkor az, tehát, hogy nem veszel pandát. Tehát Benni nem, de Olaszországban egy cirkuszban egy cirkusznak elhiszed, hogy van pandája. Aha. Tehát egy cirkusz azt mondja, hogy fellép a zebra, ami valószínűleg már nem zebra, hanem ló, vagy ló, ami zebra, utána fellép a panda, oda beviszed a gyereket, és megnézed az előadást, nem? Kvázi tulajdonképpen nem tudod, hogy támogatod az állatkínzást úgy, hogy azok egy órával azelőtt még csau-csauk voltak egyébként Magyarországról. És egyébként nem mit csinálsz? Tehát, hogy megnézed a pandának festett csau-csaut, ha megnézed a pandát, akkor is azt látod, hogy jaj, de cuki, és hogyha megnézed a pandának festett csau-csaut, akkor is azt mondod, hogy jaj, de cuki, tehát tulajdonképpen a végeredmény ugyanaz. Igen, hát, aranyos. Egyébként nagyon jól néznek ki. Na van egy csau-csaut tenyésztőnk, mindjárt megkérdezünk tőle mindent, mert hogy itt van pár dolog, amit nem értünk. István itt van velünk. Hello István, jó reggel! Szia Balázs, szia Balázs! Hello! Hello. Kérdéseiteket. Hello, itt a Feri is, a Jön is. Te olvassuk, nem csak a csau-csauakkal foglalkozol, hanem az asztali focival is, hiszen a Magyar Csocsó Klub elnöke vagy. nem az vagyok. Az én hülyén írek a csau-csau, csov-csov, igen. Csov-csov. Na, te mióta tenyésztesz csau-csauokat? Hát körülbelül már úgy 20 éve, lassan. 20 éve, mennyibe kerül egy ilyen kutya? Hát figyelj, változó itt... Most pénzről így nem szeretünk beszélni, itt attól függ, hogy a kutyus milyen eredményekkel és milyen... Hát most hallottam a műsorotokat, tehát itt attól függ, hogy a kutyusok milyen egészségügyi állapotban vannak, tenyésztőktől függ. Na jó, de most ez miért titok? Hát oda akarok menni, venni akarok tőled egy csau-csaut. 10 000, 50 000, 100 000... Igen, elmondom. Attól függ az ár, azért nem beszélünk pénzről, hogy a kutyus milyen eredményekkel rendelkezik. Tehát most az a lényeg, hogy milyen a szülők milyen kutya kiállításon, tehát milyen eredményei vannak, és most már az újonnan törvények szerint meg kell szűretni a kutyusokat, tehát már most már diszmázia szűrés, szemszűrés, könyökszűrés. Na jó, de mégis mennyi? 50 000? 100 000? Körülbelül? Hát csak... körülbelül úgy 100 000, igen. 100 000 forintba kerül egy csau-csau. Igen, igen. Te hallottál erről a hamisításról, vagy láttad ezeket a képeket? Hallottam, hát már ez két éve, megyen Kínába, hogyha látod, hogy panda.hu, látod kínaiak ilyen divat bemutatókon már alkalmazták több kutyákat, és már hallottam a hölgy és a műsoron mondta, tehát több kutyát és több színűre, például egy labradort láttam, ilyen tigris csíkosra, tigrisnek festettek be, tehát a divat diktátorok, igen, ezeket diktálják. Ez voltak-e nálad olasz vásárlók? Ez még nagyon volt. Az elmúlt egy évben. Jó. Megmondom, igazad van, jó a kérdés, Feri. Az úgy működik, ezek az olasz vásárlók nem tenyésztőktől vásárolnak. Tehát a tenyésztők, tehát mi tőlünk nem vásárolja meg, mert elmondom, mi van. Tehát, hogy egy tenyésztő az egy kutyust, annak van egy törzskönyve, tehát ki kell állítani egy világútlevelet, be van mikrocsippezet. Tehát ezt a kutyát le lehet nyomozni, hogy kitől van. Na most ezek, akikről beszélünk, ezek az úri emberekről, olyan helyről szerzik be, ahol szerencsétlen kutyusoknak szerintem még oltások sincs, meg semmilyen, meg az őseinek sincsen még származási lapja se, és akkor ezeket megveszik, hát ki tudja milyen egészségügyi állapotban, és akkor természetesen hamis okmányokkal kicsempészik őket, és ezek a kutyusok, mert közben sok elpusztul, és mikor megérkezik, ez úgy működik, hogy Olaszországban állatkereskedés, hogy valószínűleg az úriember onnan vehette,
a kutyust, tehát ilyen állatkereskedésben, mert tenyésztők, vannak Olaszországban tenyésztők, akinél lehet venni fehér csócsót, és hát ők nem veszik meg ezt, hanem persze autók, tehát ilyen állatkereskedésben, ami így jól mondjátok, hogy nagyon minimális pénzért megveszik. Tehát. És akkor ezeket, így, hogy te mondod, kicsikorukban megveszik, betanítják, mert van tapasztalatuk, és akkor ezeket úgy nevelik föl. És akkor persze, hogy most interneten a gyerekek milyenek, meglátnak egy panda kutyust, elhiszik, hogy van ilyen, meg vannak ilyen rajzfilmek, de valójában így, ahogy elmondod, egy felnőtt elmegy, vagy egy állatvédő elmegy, egyből észreveszi, mert a kutyus kinyújtja a nyelvét, lilla nyelven a csócsónak, egyből észre, hogy ez kutyus. Igen, a fejformája hasonlít a pandára, de egészen más típusú, mint egy panda, így van. Na, de... azt mondtad, hogy van fehér csócsó. Mi eddig azt hittük, csak vörös színű. Nem mondom, több alapszín van, figyelj, van a vörös. Amiért kérsz, olyat keverni. Igen, nem. Van, figyelj, mondom az alapszíneket. Van a vörös, van fekete, van kék, van fehér, de ez nem fehér, hanem krém, mert ennek a kutyusoknak, aha, a krémeknek a füle fehér a teste általában, de van, amíg neki kicsit sötétebb, ilyen krémes, és a fülük hegye mindnek sárga. Hát ez a krém, ezeket használják, igen, gondolom, ezeket tudják befesteni, mert ez fehér. Alapul meg van a fahéj, meg tudom, ezek a színek vannak. Mennyire drágában adják el ezeket külföldön? Tehát itt valaki megvesz egy papír nélküli csaucsát, nem 100 euró. Nem, fogalmam sincs. Na, cikk szerint állítólag többszöröséért tudják értékesíteni. Biztos, igen, mert megveszik itt, és akkor ők már, gondolom, én meg már hallottam, tehát amikor egy kutyakiáltásra beszélünk kutyásban, vagy kutyások kutyáról beszélgetnek, hogy te természetesen hamis papírokkal viszik oda, és ki tudja, hogy szegény mire, vagy kinek a nevére, most érted, minek a nevére van letöröskönyvezve, vagy nincs letöröskönyvezve, csak van egy oltási papír, és kész, nem tudják szám. De ez ugyanúgy, tehát nem csak Magyarországról, tehát a környező országokból, Románia, Bulgária, Szerbia, Szlovákia, Csehszlovákia, ez összeszedik onnan is, tehát ezek mindenütt összeszedik, nem csak Magyarországról. Tehát azért mondom, hogy lehet, hogy csak ráfogták a magyarokról, hogy most innen származik, ez most mikor a kiskutya elviszik, és hamis okmányokkal becsempészik Olaszországba, szerintem onnantól kezdve nem lehet követni. Hogy hol köt ki. Igen, aha, meg hogy kitől származik. Szegénynek már így van, ahogy te mondod, származási helye már ismeretlen. Tehát már akárkié lehet. Ilyen, csak a csau-csau okos kutyának minősül a kutyák között, tehát könnyen tanítható? Nem. Nehezen tanítható. Tehát már most már van. Milyen finoman fogalmazta, hogy nehezen tanítható, hülyen. Nehezen tanítható, igen. Hülyen. Volt ismerős, hogy egy volt csau-csau. Három év alatt tanította meg ülni a kutyát, és így nézett rá. De meg lehet tanítani. Figyelj, már most már vannak, kiállításra járni, és akkor azokban a kiállítás esetekben vannak olyanok, akik jó viselkednek, ezért kell nézni azt, hogy viselkedésben. Tehát 6-8 év után már leül a kutya, jól viselkedik. Hát figyelj, meg lehet rá tanítani, minden kutya is meg lehet rá tanítani, csak időkérdése. Tehát nem olyan tanulék, hogy mint egy német juhász, de a csaut is meg lehet tanítani dolgokra. Arra gondoltam, hogy a brummogást azt be tudod neki tanítani. Hát azt szerintem azt aláfestik lehet. Te figyelj csak, az igaz, hogy a csaucsa ugatni se tud? De tud. Csak ritkán. Csak nem jut eszébe. 4 évvel ezelőtt hallottak egyet. Csak elfelejti. Ugat és aztán elfelejti. Nem, ugatok. Úgyhogy amúgy a csaucsót annak idején tehát az ősei arra tenyésztették ki, tehát ilyen házőrzésre van, de már most már modern kutyust is, tehát még van, amely kutyus, tehát ilyen jelzőkutyának így lehet használni, tehát nem olyan hamisak, hanem ilyen kedves kutyus, tehát ugat, hogyha bejössz, tud ugatni, de egyéb más nem csinál. Tehát ilyen kedvencnek jó, kedvencek lehet. Na jó, van István, köszönjük, csak kíváncsiak voltunk, hogy te mint csaucsau tenyésztő, mit mondasz erről? Hát igen, jól mondtátok, hogy meg lehet különbözhetni annyiból, hogy meg egy másik ritka, mindenki a világon egyedüli, hogy nincs kutyaszaga. Minden kutya büdös, de egyedül a csaucsónak nincs még kutyaszaga, meg hogy lila a nyelve. Nem lehet, hogy már a csaucsau se eredeti csaucsau, hanem már az is valami. Festett pandák. Azért nincs a kutyaszaga, mert igazából azok pandák. Elmondom, úgy működik mindenfajta kutyánál, úgy van, hogy mikor mennek kiállításokra, mindig van egy újabb standard, meg, és akkor arra fel, mindig egy irányba elindulnak, és azt szerint tenyésztenek. Tehát mindig a jobb irányba megy mindenki, tehát az egészségesebb is. Tehát mindenki arra megy, hogy jó legyen a szeme, vannak hibák, tehát ne legyen vele gond, hogyha megveszi valaki tőled, akkor ne legyen vele baj, persze. Igen, ne legyen vele baj. Jó van. István, köszi, hogy elmondtad. Jó munkát neked. Köszönöm szépen Balázs neked, és köszönöm szépen. Sziasztok. Ciao. Hello. Üdvözöl benneteket a Mószer Aranka Lendület Brigád. A Aranka üdvözöl bennünket? Mószer Aranka Lendület Brigád. Na jó, Mószer Aranka. Köszi, ciao, hello. Csak hozzád megyek, ha csaucsaut akarok venni. Hello, igen.
Mindenesetre egyébként ezek a szőrfestékek, ezek nem feltétlenül, sőt az esetek túlnyomó többség nem mérgezőek, nem irritálóak, és nem okoznak semmilyen egészségügyi elváltozást a kutyában. Tehát ezt a kutyák is mondták neked, vagy csak olvastad? Hát nem érzik magukat rosszul, ez azért ilyen klinikai vizsgálatok is bizonyítják. Aha. Hát szerintem azért megkérdeznék egy csáut egyszer erről, hogy hogy érzi magát pandaként egy olasz állatkertben, tudod, egy ülsz hülyének is farkaddal. Tehát, hogy ez őket kevésbé vigasztalja, hogy nem tartom az irritáló anyagot a festék. Ez a, ugye, a kutyáknak a festése. Amellett, hogy ugye azt is furcsájuk jó néhányan, hogy vágják a kutyáknak a szőrét, és ezért valljuk őszintén elég mókásan is tudnak kinézni. Vannak olyan fajták, amiknél ezek tipikus ilyen standard vonások. Na, és az jól esik vajon a kutyának? Biztos nem. A szőrvágás. A borotválkozás nekem se szokott fájni. Amikor hatféle különböző hullámot, puklit, bojtot, gombócot, stb. Ilyen-olyan dolgokat rá formálnak a kutyának a bundájára? Azért mondod, mert hogy akkor nem gond a festés? Mert hogy nem feltétlenül probléma. Így van, tehát, hogy ezeket a dolgokat szabályozzák már, és ahogy például a gyerekeknél sem kerülhet mondjuk bármilyen hajfesték, vagy nem hajfesték, bocsánat, hanem sampon a fejükre, úgy ezeknél a kutyáknak sem kerülhet bármilyen festék a szőrükre. Tehát, hogy nem feltétlenül kellemetlen ez nekik, hát hülyén néznek ki szerintünk, meg lehet, hogy egy picit fura is. Ez a dolog, de egyébként Én sajnálom őket. Most magát a festést, azt nyilván nem, ha valaki A-ból B-be befesti a kutyáját, és attól nem lesz baja. De ezeket a kutyákat... Szerdai teszt a lelke rovatban tacskóból barna medvét. Ezt fogjuk kipróbálni. Jó? Feri, nagyon jó hasonlít, mert nagyon hasonlít egymás az a két állat. Méretileg. Az nagyon jó lesz, igen. 9:50 pontosan. Várunk közlekedési híreket, picit kevesebben vannak még az utakon, de ez ne tántorítson el senkit, ha valaki szeretne nekünk közlekedési hírt írni. Jó, mi történik az utakon, hol van Trafipax? Írjátok meg nekünk, mi pedig mindjárt jövünk a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Fél 10 múlt, pontosan 8 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Berettyó, Újfalu és Derecsek között van egy trafi, gyerek. Tök jó. Na, akkor már nem megyek arra, jó? Én izgalmakat tartogat ez a ma reggel, hogy ott van egy darab trafink, akkor ma nem menjél arra. Készültél egyébként? Nem. Nem? Nem akarsz? Azt mondja, hogy van még egy, Csabi küldte nekünk, hogy az M0-ás 65-ös kilométer köve előtt a Csömöri kijáratnál Pest felé a belső sávban egy autógumi heverészik, és ez életveszélyes, úgyhogy figyelje mindenki. Úgy látom, hogy be fog indulni, be fog robbanni egy csau-csau tenyésztő háború. Összevesztek az SMS falon? Hát, basszus, nem mindenki értett egyet. Ja, hogy ugat a kutya, meg okos? Igen. Hát, mindenki... Buta, okos, nem okos. Tudod, kinek mi az okos, tudod? Tehát, hogy ez is olyan nehéz hát kérdés, igen. Így van. Már mindig büszke volt anyám. Hát jó, de egy szülő legyen elfogult. Hát persze, így van. Ő nem tudott objektívan mérni. Ha senki se szeret, legalább őszeressen. Igen. Na mutatjuk, mivel is foglalkoztunk ma. Amikor a reggel megbeszéltük, hogy milyen az, amikor az embere tovább adott ajándékot ad vagy kap. Ugye? Mert hogy nálunk december 24-én több ajándékról derült ki, hogy hát hogy is mondjam, finoman fogalmazva. Az, hogy lejárt, az csak egy dolog, amit én kaptam. Ugye az a kisebbik baj volt, hogy lejárt. A nagyobbik baj az volt, hogy akitől kaptam, az teljesen nyilvánvalóan beismerte és felvállalta, hogy... Ő is kapta. Ő ezt nem szereti, és ezért adta, de együnk meg gyorsan, mert le fog járni. Minden információ igaz volt, annyi, hogy éve lejárt. Tehát a gyorsan le fog járni, az már kicsit idejét múlta. Kellett a hely a hűtőben, ahol másfél éve állt. De nincs ezzel baj, ha valaki így ajándékoz, hogy közben el is mondja, hogy ezt ő is kapta, nem szereti, edd meg, csak gyorsan edd meg, mert lejárt, közben már lejárt. Úgyhogy arról beszélgettünk, ki mit kapott már, vagy ki milyen ajándékot ad tovább. Könyv, bor, azért ezeket tovább lehet ajándékozni, csak meg kell nézni, ugye, hogy ne legyen beleírva semmi. Az egy picit kellemetlenebb. És hogy a bor ne a könyvön legyen. Az is nagyon fontos, így van. Valamint fölhívtuk Kibédi Varga Lajost, a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató ZRT szóvivőjét, és feltettünk neki minden olyan kérdést, amire hallgatóink vagy mi nem tudtuk a választ. Volt jó néhány ilyen. Talán most már kicsit kijöttünk a gödörből, igen. Ugye? Nem így, hogy mindent elmondott, bár itt én az SMS falon még olvasgattam kérdéseket. Majd lehet, hogy holnap is fölhívjuk. Igen, a legfontosabb kérdés az lett, hogy mi a fenért volt erre szükség, de ők ugye hát végrehajtók, tehát ők erre nem nagyon tudnak válaszolni, nem ők hozzák a minisztériumban rendeleteket. Úgyhogy az UDI-ról, a matricáról, a matrica rendszerről és a megye rendszerről beszélgettünk. Talán lesz olyan, aki ezt nem hallotta, és most még tudunk némi hasznos információval szolgálni, úgyhogy ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Morning Show. Morning Show. A Klassz FM-en.
Klassz FM-en. 3:10 volt, pontosan 3 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Csabi, hello, jó reggelt! Jó reggelt, hello. Szevasztok! Mondhatom még így 5-én, hogy bujék? Persze, hogy valakinek, aki kíváncsi rá, hogy neked is, Csabi. Te dolgoztál, Csabi? 2 ünnep között hallottalak egy csomószor. Voltam Szabin, ugye karácsony előtt 2 nappal akkor nem találkoztunk, de aztán utána szilveszter előtt, sőt, még szilveszter napján is, sőt, karácsony napján is, 25-én is. Neked azóta is 2-án pénteken már találkoztam a hallgatókkal, úgyhogy és szorgos kis méhecske volt, de itt 2 ünnep között. Jó, hát van, neki is kell. Valamikor be kell hozni. Egy igazi here. Milyen volt az újévi hangversenyetek, vagy mi a szilveszteri hangversenyünk volt Kaposváron, a főtéren, a Kossuth téren. Farkasordító hidegben, -13-ban zenélni, el tudjátok képzelni. Akik gitároznak, azok el tudják képzelni, hogy ez mennyire jó lehet. Ettől függetlenül azért voltak emberek, akik kimerészkedtek. Nagyon érdekes volt, mert ugye éjfélkor mi mindenhol, máshol ott is ugye himnusz van, meg tűzijáték. Arra így hirtelen megérkezett a tömeg, tehát olyan, annyira tele lett akkor a tér, hogy mozdulni nem lehetett. De tudtad a szöveget? Melyikét? A himnusz, nem te énekelted? Én csak plébekeztem. Tátogtad. Persze. Szóval volt egy olyan fél óra, amikor mozdulni nem lehetett, és aztán utána, mintha elvágták volna a szilveszter bújt. Gondolom, hogy a nagy hideg miatt. Nekünk éjfélig kellett zenélnünk 10-től. Nagyon jó hangulatú kis koncert volt, de hát ennyire hidegben azért az tényleg ember próbáló. De jó volt, mert mi jók volt. A többi meg kit érdekel, nem Csabit? Na jó, hívjuk a naphallgatóját. Már is, ha mondja, hogy morning show, akkor ővé az ajándékcsomag. Láttad Anna új haját? Persze. Igen? Ő csinálta. Új szín, új fazon. Nem. Na, még egyet adjál már neki. Nem, most sem. De hogy most... De egyet adjál, ja, hogy azt kértem. Ja, jó, mindig beledumálom. De hogy ezután, ami most jön? Mert egyet. Azt beszéltük meg, hogy kivárjuk, egyet, ha csörögjön. Na, jó van. Oké, Csabikám. De egyébként az SMS-t nem tudjuk meg? De tudjuk, de így nem érdekes. De csak én arra vagyok kíváncsi, hogy esetleg az a hölgy lett a nap hallgatója, aki a hármasugrást játszotta. Mert hogy szerintem ő a fénypontja volt. Ma reggel ki lehet jelenteni, hogy az év hallgatója. Tehát hihetetlen volt. Mindhármukat Kenterbe verte. Egyébként nagy szenzációs volt. És milyen a család? Hallottad a családot, milyen erős volt? A mama a középsúlyát, aki kötögetni, a felmutatja a középsúlyát, igen. Kis dózisban. Időnként. Egy-egy megszólalás erejéig. Igen, hát nem mondom, hogy 4 órára, de így egy rövidre jó volt. Igen. Csodálatos volt. Nem, továbbadott ilyen karácsonyi ajándékokról beszélgettünk, és az étkezőből észrevette a hallgató, hogy egy kisebb, elég érdekes stílusú kép hiányzik a barátjáiknál, és megkérdezte, hogy hova tűnt, és mondta, hogy nem tudja, másnap pedig megkapta névnapjára azt a képet, ami hiányzott az étkezőből. 2 óra után ugye az volt a témánk, hogy ki milyen ajándékot ad tovább. És kiderült, hogy mindenki. Egyébként. Igen. Tehát ez a kisbor ide, zacskóba be már is megy tovább, ezt mindenki csinálja. Hát van, aki durvában leakasztja a képet a falról, és továbbadja a barátjának. Az egy picit erős. Ami egyébként ő láthat a családjában. Igen, az egy picit durva. Én megértem a Ferinek a verzióját, mert ugye Feri mondta, vagy az álláspontját, hogy ez mennyire felháborító, hát gondoljunk azokra, akiknek ajándékozni szeretnénk, és lepjük meg őket. De azt is megértem, amit a Balázs mond, mert én nagy Vivienne Westwood rajongó vagyok, aki azt mondja, miközben ruha tervező, hogy ne vegyél új ruhát. Tehát, hogy annyi ruhát gyártottak már a nagyvilágban, hogy minek újat venni. És ugyanilyen szisztémával az ajándékozás is megúszható. Tehát, mehet körbe. Menjen körbe, tehát nem, persze. Csak sose edd meg a csokit. De most tényleg áll a space-ban, és soha nem nyúlsz hozzá, mert nem szereted, vagy valakinek berakod és továbbadod, hát nem jobb? A kukába adod, hát, szerintem sokkal rosszabb. Hát szerintem ezzel nincs baj. De akkor mit csinálsz vele? Kiteszed a polcra. Aha, egy díszdobozos csokoládét, persze. Milyen volt a karácsony, jó volt? Nagyon jó volt. Eddig az elmúlt években mindig történt valami rossz, betegség, stb. Vagy én voltam beteg, vagy a gyerekek. Most annyi volt, a 17 éve... Most a Laura volt. Nem, 17 éves lesz a kutyusunk majd tavasszal, és őt karácsony napján 24-én kellett műteni, mert valami daganat volt a szájában. És képzeljétek el, hát túlélte. 17 éves. 16 és fél évesen egy altatást így túlélt.
És ezt így szentestére időzítettétek, hogy akkor? Nem, reggel volt, szent reggel volt. Szent reggel. Mi bementél, nézzék már meg a kutyát, hú, ezt kivesszük. De két nappal előtte észrevettük, hogy ott valami nőtt a szájába, hát azért az nem játék. És akkor elvittük gyorsan az orvoshoz, és mondta, hogy tök jó, csak neki annyi műtétje van, hogy nem tudja máskorra bevállalni, aha, csak 24-én reggel 9-re, hogy tudok-e menni. Hát, hogy ne tudnék, hát ha egyszer akkor, akkor. De 11-kor már otthon volt, minden rendben volt, evett, ivott. Jó, nem vettük ott, mert nem szabad, de... Édesem. De most, doktor úr. Igen. Mikor már rizikós az altatás, nem? Tehát nagyon, mondják, hogy azért nagyon jöjjön be a család, azért így finoman ölelgesse meg, mert hogy már nem biztos, tehát hogy... most gondolod, egy nagyon öreg kutyát, szegénynek már azért olyan fogkövei vannak, hogy de nem merjük elaltatni, mert ugye egy kutyának a fogkövét csak altatásban lehet leszedni. De nem altatjuk el ezért, mert hát ki tudja, hogy fölébred a szegény. De most, hogy meg kellett műteni, mondta a doki, hogy gyorsan elkezdte lekapargatni a fogköveit, de nem merte tovább húzni az altatást, hogy a dokinak megmaradjanak a fogai, tehát hogyha esetleg valami emiatt történik, akkor... És te bent vagy a műtőben, vagy inkább bent lehet? Nem. És egy tök komoly emberekbe öltözöm, én nem láttam még kutyát, hogy műtenek. Gondolom, ugyanolyan steril körülmények kellenek nyilván. Hát egy orvos végzi, állatorvos. Nem hülyés. Jó eset. Bár nem vagyok bent, tehát nem tudhatom, de aztán belenéztem a kutya szájába, és nem volt benne a daganat, vagy ez a kis pukli, amit kivetettünk, tehát, hogy... hivatalosan is frankon, aha, elkészítették, és megcsinálták a műtétet, de semmi nem látszott a kutyán. És ugyanúgy semmi. Van hála pénz? Nem, ott fizetés van. Tehát, hogy meg... Hát megmondják, hogy hát mennyi. De miért? Hát most de Magyarországon nem mondják. Bocsánat, meg. Hát a TB-re nem mondják. Ha meg. Nem TB-re, hanem bemész egy ilyen fizetős ellátásra, kórházba, akkor is azért még lehet, hogy adsz egy ötvezet. Hát akkor miért adna? Hát akkor nem adsz? Hát akkor csak kifizeted a izét. Hát az pont arról szól. Tehát, hogy a magánkórház az arról szól, hogy ott megvan a szülés, megvan a... Tudod, kutyáknál vagy állatoknál nem tudom, hogy van-e TB, tehát hogy TB esztik alapon. Nem, a kutyáknál árlista van, tehát fogkőlevétel, műtét. Igen, itt ilyen, is megmond, megmondják, hogy mennyi. Tehát ott nem adsz pluszt a dokinak. Megmondja előre, hogy mennyi. Sőt, általában, hogyha olyan rizikós a műtét, volt már ilyen is a mi kutyánk, akkor az, van egy ilyen, hogyha életben marad, akkor a műtéti díjat akkor is ki kell fizetni, viszont ha sajnos, illetve nem, hogyha elhújt a műtéti díjat akkor is, viszont ha túléli, akkor sikerdíjat is fel kell számolnia. De jó. Ennyi. Ha elpusztul, akkor ki kell fizetnem a műtéti díjat. Hát gondolom, nincs ami fájdalomdíj, hogy a... Uram, elvesztettük a kutyáját, nem sikerült 100 000 forint lesz, viszont a daganatot kivettük a szájából. Azért az úgy, jó, hát nyilván ők azt a műtétet megcsinálják, tehát jó, ők ott vannak. Ez esetben nem volt ilyen rizikó. Tehát én aggódtam nagyon, meg az egész család. Doki meg rögött, maradjának. Semmelyik. Simán kikapják. Szerintem, hogy 5 percre altatták el nagyjából. Na jó van, de akkor jól van ez a lényeg. Így van. Jól van. Milyen zenék lesznek, Csabi? Remek zenék? Ella Irie-t hozom nektek, akivel hát ez... mi a Rudimentál kapcsán nevű zenekar, ismerkedtünk meg. Ő énekelt a Waiting All Night-ot, és játsszuk folyamatosan, hát halljátok, ismeritek, ne vicceljetek. Rudimentál. A Rudimentál nevű zenekar. Aha. Hát ő... Ez mint egy ilyen szexterápia, hát nem a Rudimentál. Menjél rá, Rudimentálisan. Rudimentál. John Newman is náluk tűnt fel, tehát ők fedezték fel John Newman. Mondjuk nagy húzó nevek. Az ő neve már megvan nektek is, remélem. Meg. Na, Ella Irie-t viszont most önmagában halljuk, most megint nem a legújabbak közül választottam, mert hát... Mert nem volt. Sars Jóska poénjával élve csak tavalyi dalokat tudok hozni nektek. Aha, köszönjük. Viszont jön Ella Irie és a Comeback. Ajánlom nektek. Egyébként nagyon jó hangja van a csajnak, egy angol énekes. Ella Irie. Meghallgatjuk. Ella Irie. Egy angol énekesnőről van szó, és a dal is jó. Jó van. 555-55-00, Csabitól itt lehet dalt kérni. De ez jó? Idén is így fog menni, minden dalba bele fogtok kötni. Nem, mi csak kérdezzük mindig. Én nagyon lelkesen mindig megkérdezem, és mindig várok valami jót. Én mindig lelkesen válaszol. Melyik hát, hogy tudod, hogy nem kötekedünk meg ezeket a régi jó dolgokat, mi is szeretjük. Igen. 3 perc van pontosan, 10 óra, Csabi jön a kíványságműsor 555-55-00. Ha szeretnétek tőle dalt kérni, tegyétek meg nyugodtan, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Ciao. Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.